Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! This is Previously on Morning Show. Ez itt a Best of Morning Show. Megérkezett hozzánk az a fiatal zongora, virtuóz zongora művész, aki néhány évvel ezelőtt már volt itt nálunk, beszélgettünk vele, akkor azok is megismerhették, akik mindez ideig nem ismerték. Péter Bence, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! Jó reggelt. Újra, mikor voltál? Két évvel, vagy két és fél évvel ezelőtt voltál már itt nálunk, igen, ugye? Igen, igen. Akkor a legtöbb leütéssel a világon. Igen, a Guinness rekord. Akkor egy Guinness rekordot állítottál be, mert hogy jött egy fazon, aki leütött 600 valamennyit. Igen, egy indiai-amerikai, aki megdöntötte az első Guinness rekordot, és hát azt döntöttem meg 2012-ben. 2012-ben, igen. De egy perc alatt akkor leütöttél 765-öt ütöttél egy perc alatt. Igen. Akkor mi ki is próbáltuk ezt élőadásban, amikor itt voltál, hogy azt egy perc alatt... 14-et. Mennyit ütöttünk, emlékszel még? Egy percet mértünk, fél percet mértünk, de valami... 3-an ütöttünk 75-öt. 10 másodpercet mértünk, és szerintem felszoroztuk, hogy valami... Így van. Tényleg, emlékszem, lemértünk 10 másodpercet, és azt felszoroztuk ugye 6-tal, és valami bődületesen alacsony szám jött. Igen, mert utána egy reuma kenőcsel kellett keregetni az ujjaitat, nektekig, mert inhű egy gyulladást kaptunk. Igen, na, hát és azóta te rengeteg videót töltöttél föl az internetre, most ami a legnagyobb sláger, az egy Michael Jackson feldolgozás. Én néhány nappal ezelőtt néztem, akkor 8 millió valamennyien látták, azóta mennyinél tartotok? Ez most majdnem 10 millió. Igen, és egy hét telt el körülbelül. A YouTube-on is, meg a Facebookon is fent volt, és ez a két videó egyszerre, ez hirtelen így ilyen nézettséget produkált. Erre nem, tényleg nem számítottunk egyébként. Majka még nem jelezte a Facebook oldalán, hogy a tömegkultúrának ez ilyen szintű terjedése nem nincs ínyére? Nem, még nem, de szeretettel már. Készülj fel rá, hogy előbb-utóbb megy általában. Nekik emberek a semmiből! Vagy egy Facebook posztban kiírja majd, hogy igen, hogy ki ez a Péter Bence, és kikéri magán. Mit akar. És különben is. És különben is. Na, te a Berkeley-n végeztél, ugye? Már nem jársz oda, elvégezted. Még van két szemeszterem hátra, két szemeszter. Csak most ilyen passzív évet töltök el éppen itthon, de majdnem elvégeztem már, igen. Azt hallani, azt olvasni a Berkeley-ről, hogy elképesztő nevek tanítanak ott, és hát az is megtörténhet, hogy a te házi feladatodat valami giga-mega sztár zeneszerző elemzik ki, és vidáman beszélgetsz velük, hogy mit gondolnak róla. Sokszor van ilyen, egyébként sok Berkeley-s tanár Grammy-díjas is egyben, és van, tényleg jönnek olyan filmzeneszerzők, jazzzenészek, popzenészek, akik azért tényleg a nemzetközi zenei élet legnagyobb, és akkor adnak kurzust, hogy éppen a filmzenei házi feladatomat ő elemzi. Tudsz mondani egy-két nevet tényleg, akiket mi is ismerhetünk? James Newton Howard például. James Newton Howard, ő nagyon nagy név, persze. Igen. Ő a Gyűrűk urának például ő írta a zenét, vagy... Éhezők viadala is talán azt is ő csinálta, igen. Micsoda nőt is ő csinálta. Sok. John Williams-el is találkoztam, ő meg ugye Star Wars, Jurassic Park, Harry Potter, Schindler listája, nagyon sok Oscar-díjas film. De bele a büfében találkoztál. Az mindegy, de ott is lehet beszélgetni, nem lehet vele összefut. A nagy zenészek ott is drinkelnek, mint itthon? Mert azért azt tudni a nagyokról itthon, hogy azért... Tényleg? Ott isznak igazán. Csak ott be is vallják. Van olyan, hogy valaki bejön egy sötét napszemüvegben és makonya részeg mondjuk a házi feladat elemzésekor? Hát talán akkor nem, de máskor igen. Tehát nem vetik meg az italt? Nem, egyáltalán nem. És a fiatal lány növendékeket sem. Tényleg? Na, ez nagyon. Na, menjünk a Berkeley-re. Miután megtámadtuk a Berkeley-t, irány, gyerekek, irány a Berkeley. Igen, van még feladatunk bőven. Tanár úr, megint be vagy rúgva. Nem. És akkor milyen házi feladatokat adnak neked, vagy mit kell csinálnod? Hát te filmszerző szakra jártál, ugye? Vagyok, és hát van például olyan házi feladat, hogy van egy filmrészlet, ami már létezik, és akkor arról levették az eredeti zenét, és nekünk kell írnunk hozzá új zenét. És ezt lekottázni, zenészeket keresni, stúdióba bevonulni, és levezetni. Várjál. Tehát az eredeti filmzenét eltávolítik, és ahhoz a filmhez neked kell egy másikat? Egy tehát mondjuk a Birodalom igen. Visszavághoz? Például, igen. Azért az? Jó, az feladat, igen. Azt csak elrontani lehet. Azt csak elrontani ugye, lehet. Ugye ez olyan, mint Michael Jackson énekelni, tudod. Vagy táncolni, tehát csak elrontani tudod. Tehát, hogy effektíve nem nagyon tudja. Ugye? Tehát, hogy azért ez egy nehéz házi feladat. Írjál jobban. Leveszük a Star Warsról a zenét, írjál valamit, tudod. Hát az, hát azért az nagy kérdés. Érted, kukorikot kodát, vagy érted, így egér a harson. Csak elrontani lehet. Tényleg. Igen.
És utána az ember ezt megtanult, tehát a film, tehát ha nincs hozzá érzéket, hogy lehet ezt tanítani, hogy az ember mit ír, milyen filmhez mit ír? Hát ez valami nehéz, akinek, nem? Akinek van zeneszerzéshez érzéke, onnantól már csak egy lépés előre, és mert ugye igazából ez arról szól, hogy érzelmi síkon, hogy tudunk a képi világgal azonosulni, és mi az, amit tehát hozzá tudunk adni zenével, ami a képen meg a dialógusban nincs benne, és ez ennek a varázsa. Uh-huh. És ezt így... Te a Whiplash című filmet láttad? Hú, meg akartam nézni, de... Nem láttad a Whiplash? Úristen, én se. Nagy beszélgetés lesz. Egy horror, felejtsd el. Nem, egy ilyen konziról szól, ahova jár egy srác, és belefut egy totálkattan, brutál tehetséges, de nagyon őrült tanárba. És az ő kettőjük harcáról szól, mint tanár és növendék. Azt akartam kérdezni, hogy vannak ilyen tanárok a Berkeley-n, de ha nem láttad, akkor mindegy. Maga a film egyébként zseniális. Egy őrült tanárról és egy nagyon tehetséges dobos fiúról szól. Mindenképpen meg kell nézned. Feltétlenül meg fogom, amúgy is felírtam a listára, hogy meg kell nézni ezt a filmet. Nagyon, nagyon, nagyon jó kis film. De akkor nem kérdezem, hogy vannak ilyen tanárok, akik üvöltöznek, és dobálják a hangszereket, kiküldenek óráról, és ha nem vagy elég tehetséges, és nem vagy elég jó, akkor utálnak. Vagy ha nagyon jó vagy, akkor épp azért utálnak, ahogy a filmben is a srácon. Szerintem annyira nem drámaiak azért, tehát, hogy amerikaiak egy kicsit lazán veszik, tehát annyira ez az ordibálás ott nem jellemző. És ezek a nagy tanárok, ezek ilyenkor felajánlhatják, hogy dolgozz nekik, vagy ezek ugyanolyan emberek, baromi féltékenyek, és szeretik is a tehetségeket, de kicsit utálják is őket, és nem engedik azért oda a húsos fazékhoz. Ez érdekes, szerintem egy kicsit kétoldalú, mert van olyan, hogy rögtön ajánlanak lehetőségeket mondjuk valakinek, de azért észrevető, hogy biztos vannak olyan Berkeley professzorok, akik sokra vihették volna mondjuk a zeneiparban, de mégis tanárként, professzorként tanítanak az iskolában, és lehet, de mondjuk ez ott szerintem az amerikai társadalom, ez a féltékenység, ez annyira nem jellemző. Tehát, hogy... Egyszerűen csak ellopják az ötletedet, nem? És utána viszont igen. Hallod. De olyan nem volt, hogy mondjuk John Williams durcás harc azt mondta, hogy akkor is csak négyes! Akkor is! Nem! Azt írtam én a cápát! Hol van ez a cápához? Mit képzelsz magadról? Négyes! Nyugodj bele! Az az érdekes. Ezek az emberek igazából annyira szerények, hogy tényleg hihetetlen, hogy mennyire alázatosak is szerények is. Elképzelhetetlen, hogy... Na, de hogy lehet akkor oda kerülni? Hát azért a nagy rendezők ugye mindig nagy nevekkel dolgoznak. Kis filmeket, vagy kis dokumentumfilmeket kap először az ember egy-egy munkaként, és ha az beválik, akkor írhatsz majd a nagyoknak, szépen végig kell járni a szamár létrán? Ez így van, tehát hogy így végig kell járni ezt az utat. De kint is élsz egyébként? Most itthon egy éve már, de azelőtt igen, kint éltem. És hát szeretnék visszamenni igazából, úgyhogy... Hát lassan utal a YouTube. Utána. 10 milliónál már szépen. Nem rossz. Igen, hát tudod, hogy fáj, hogy a saját Z+-os videóimat nem én töltöttem föl. Legalább a milyen jól élnék belőle. Most valaki más nyaral belőle Belizben, érted? Engem meg. És te írogatnál alá álméveket. Tudod, hogy gerjesz. Balázs, láttam a videódat, te egy igazit, ahol vagy. Ez a csávó semmit sem változott. Ugyanolyan, mint 16 évesen. Nem tudom, hány milliónál tart. Hát legalább nekem utalna. Legalább nekem utalna a YouTube. Michael Jacksonhoz miért nyúltál hozzá? Nagy kedvenc? Nagy kedvenc. Hát elég régóta úgy tekintek rá, mint az ilyen zenei pop isten, és számomra egy nagyon nagy kihívás feldolgozni mondjuk egy slágerét. Ettől jobb, nem is tudok jobb példát. Tehát, hogyha tényleg nyúlok valamihez, akkor először Michael Jackson. És hát nem ez volt az első egyébként, nem a Bad, hanem már előtte is csináltam egyet-kettőt a YouTube-ra, de valahogy most ezzel sikerült áttörni így a falakat. Hát mi megnéztük ezt a videót, ez egész egyszerűen elképesztő. Semmi. Tehát ez tényleg mindenkinek ajánljuk, aki nem látta, aki nem nézte meg, hogy keressen rá Bencére, üsse be, hogy Bence Michael Jackson, és megtaláljátok, fönn van a YouTube-on, hát az valami hihetetlen. Na, de azért hihetetlen. Bence volt be őszintén, hogy egy picit tudatosság is volt abban, hogy Michael Jackson-t választottam. Nem, persze. És nem pedig Zámbó Árpit mondjuk. Igen, vagy Stone-t, vagy így van. Most abból jót csinálni egyébként, az azért nézd, mert abból jót csinálni, tudod? Egy jó kozombolizból. A zenétől felforra vérem. Nem rossz az. Ha nem hallottad kozombolizt, nem éltél igazán. Tehát, hogy az...
Na, Bence, te is készültél nekünk valamivel, ugye? Mi is kértünk téged, hogy készülj nekünk valamivel, és te is hoztál nekünk feladványokat, ugye? Te hallgatsz magyar popzenét például, vagy szereted a magyar popzenét? Ismered annyira az itt menő előadókat? Is, tehát nem is annyira ismerem, hogyha éppen rádióban megy valami, akkor azt, azt hallgatom, de egyébként így külön nem szoktam annyira. Nem lehet belőle meríteni, nem... szereted, nem tetszik, nem, vagy, inkább vagy csak úgy mondanám, hogy egyszerűen csak elkerült eddig a tehát nem, igen, más hallgató. Hát azért még értem, szóval egy Michael Jackson, egy Sting, egy tényleg, mert azért egy Hollywood út, nem? Tehát, hogy, hát, hát azért az se rossz, egy kis örvényes. Egy Steve Wonder mellett azért. Takás Tavás Dirty Bluesben, bocsajába léptem, sáros lett az új cipő. Na, nézzük akkor először, hogy te mit hoztál nekünk. Mi arra kértünk téged, hogy nyújj hozzá egy nagyon modern, a fiatalok által baromira kedvelt zenekarhoz. A Well Hello dalát adtuk neked, hogy egy kicsit dolgozd át, formáld a saját szád ízére, és add elő nekünk. Ez a rakpart, nekik több is van, egyébként ez az egyik legnagyobb slágerük, a rakpart. Tetszett, amikor meghallgattad? Amúgy teljesen jó szem, igen. Nekem tetszett. Milyen rendes vagy, hogy visszafogottam. Igen. Na, és megcsináltad a refrént, ugye? Egy kicsit átdolgoztad, vagy bencésítetted, ha lehet így mondani. Igen. Ugye? Na, meghallgatnánk ezt először, utána pedig játszunk egyet, a játék lényege annyi lesz, hogy te hoztál nekünk különböző filmzenéket, hát mi Janival nagy filmzenekedvelők vagyunk, Feri pedig... Én megyek pedig utánuk, nagyon de csak nagyon minket, lassan. Feri pedig így nagyon kedvel minket. És... Na, volt idő, amikor ez még így volt. És egy-egy nagy klasszikust meghallgatva próbáljuk kitalálni, hogy melyik filmnek a zenéje lehet. Jó? Okay. A te előadásod által. Na, akkor meghallgatjuk először a Well Hello-t, hogy hogy szól az kicsit Péter Bencésen, zongorán. Jó? Az alázenét várja, lehúzom. És akkor utána jönnek a te feladványaid. Egy ilyen rövid részletre gondoltam. Csak egy ilyen eredetileg azt akartam, hogy betanítom nektek, ezért ilyen egyszerűen. Aha, persze. Hát ez konkrétan felnőnek a gyerekeim, mire mi ezt megtanuljuk. Negyed óra, amire bekapcsolom a szintetizátort. Ha úgy lenne, hogy az alja az enyém, és akkor a főszólamot a Jani, esetleg úgy meg tudnánk egyszer csinálni, egy 4 hét alatt. Nem, én mozgatom hozzá csípőmet, jó? És akkor te táncolt. Jó. Na jó, gyerekek, többen kérik tőlünk SMS-ben, jó, nem megyünk el anélkül, hogy egy pici Jackot ne halljunk akkor, jó? Rákészültél erre, vagy ez így most egy hirtelen? Nem kell nagyon begyakorolnod, átnézned egy kicsi rövid részletet, csak azok kedvéért, akik esetleg nem néztek még rád a YouTube-on. Okay. Jó? Egy pici Jacko, és akkor utána jönnek a feladványok. Csak majd hogy megmutassuk, hogy Bence mit tud. Tegyük hozzá, hogy ez nem az a hangszer, amin ezt játszottál, ezt mi hoztuk neked. Ezt tegnap lőttük az eBay-ről. Ez volt, ezt egy 3 éves gyerek nőtte ki, éppen vettek neki a szülei egy komolyabbat, ezt tudtuk szerezni. Éppen, és meg kellett hozzá még egy használt talicskát és egy felfújható medencét is vennünk, hogy a miek lehessen. Ja, csak egy rövid részletet. Jó, vagy ha nem a Jacko, akkor ami te szeretsz, és ami úgy azonnal megy, és egy picit úgy szólal meg. Hogy... lehet a Motörhead-től az Ace of Spades is. Bármi lehet egyébként. Na, még egy picit hallgatjuk, figyelünk. Kisebb fér egyébként, most próbálom elfelejteni. Igen, oda rajzoljunk hozzá néhány billentyűs. Igen, ez nem a saját zongorád, igen, tehát ez elképesztő. Húzd be! Igen. Na hát ezt bármilyen tudná az ember hallgatni, ez zseniális, igen. Na, oké, jöjjenek akkor a feladványok, jó? Menjünk a könnyűektől a nehezebbek felé, hogy Feri is azért legalább egyet ki tudjon találni. Amit tudsz, Feri, tényleg, vagy amire emlékszel, próbáld rámondani. Jó, hogy mi lehet az a filmzene, mi is próbáljuk Janival kitalálni. Hányal készültél? Hát 4-5. 4-5, nagyon jó. Ha a könnyűek sem ennek, akkor ne ezeket hagyjuk. A legkönnyebbtől menjünk a nehezebbek felé, jó? Hát azért csak tudni fogjuk, gyerekek, filmzenében jó vagyok. Is. Hol a pattogatott kukorica? Aha, ülünk a moziba, húzzuk le az alázenét, oké, húzom. Jó? Én kim vagyok a vécén. Jani Budin van, én ülök egy nagy nácsosszal az ölemben, Feri fejétől nem látok semmit, hátra ültetem magam mellé. Tessék! Jó, szállom. Igen, mi ez, Feri? Na, hát akkor ügyesek. Jó. Csillagok háborúja. Az. De jó is. Ezt John Williams írta egyébként. Az egyik legnagyobb, leghíresebb filmzene. Ez így van.
Oké. Okay. Már egy másik filmen ülünk? Már egy best. Aha. Váltottunk, igen. Átszöktünk a hatos terembe, ott valami egészen más játszanak. Tessék elinni, ide szól a jel! Ide is. Igen. Ez kicsit aktuálisabb. Oké. Okay. Jurassic Park! Basszus! Egy taps magamnak. Ez az első rész, aki látta, hogy aki emlékszik rá, amikor ugye az öreg megmutatja nekik, hogy milyen a Jurassic Park, kilépnek egy domb mögül, lenéznek és meglátják az állatokat. Ez az első rész. Aha, én Jurassic World, de szörny. Azt hittem, hogy ilyenkor a T-rex a Budival együtt leharap valakit. Az is milyen jó rész, amikor a T-rex kiszabadul, mert nincs áram a kerítésben. Ugye? Na, jól van, eddig jók vagyunk, gyerekek. Kettőből kettő. Kettőből kettő. Oké? Egy újabb klasszikus. Nem beszélünk bele, hallgatunk. Egyszerű. Cápa. Én magam mögé néztem, és nagyon, igen, nagyon fél. Meg magam alá. Itt már valakit megzavart. Itt már valakit megzavart. Én annak idején még a lavorba is beletúrtam. Figyelj, konkrétan szerintem félve mentünk gyerekként a Balatonba, mikor megnézed ezt a filmet 8 évesen. Összepisilted magad. Igen. Jó, ez volt a cápa, ez is megvan. Oké? Nagyon jó volt. Teljesen jól állunk. Jó, jók vagyunk. Igen. Következő. Jó. Oh, Indiana Jones. Indiana Jones, azaz. Hogy örülsz? Jaj, beszélzem a Janival. Zseni. Igen, stb. Zseni. Ez is John Williams, ezt nem ő csinálta, nem? Ez is John Williams. John Williams csinált az Indiana Jones-t is. Így. Mit nem tud kicsi, ez a gyerek? Nem ez kicsi zseni. Star Wars, cápa, nem Indiana Jones, tehát írt egy-két nagyot azért. Ilyenkor valóban ő írja, vagy valaki bedolgozik neki, hoz egy témát, és aztán ő erre rádolgozik kicsit. Hát a témákat az biztos, hogy ő írja meg. A hangszerelésben valószínűleg segítenek neki. Szinte ez minden esetben így van, a zeneszerzőknek segítenek. Na, srácok, akkor jöjjön egy házi feladat, bemegy John Williams is elmondja. Mondjuk van például egy amerikai professzor, egy archeológus, aki a világban össze-vissza utazgat, mindenféle kincseket. Na, erre próbáljátok komponálni valamit, és másnap beviszi. Srácok, kész vagyok. Jó, közben kérnek tőled, jó, egyébként, hogy a Belize himnusz jelzd el nekünk. Ja, és hogy a Szomszédokat tudod-e? Várj, meg. Ne. Meg nem egyszerű. Hát, ha be tudjátok játszani, akkor lehet, hogy gyorsan. Nagyon-nagyon virtuóz. Az a baj, hogy nem tudom, hogy van-e nekünk olyan, amikor kezdődik. Várjál. Itt már Vágási Ferit leütötték. Így van. És azért egy dolbicése. Igen. Nagyon jó. Jó, oké, ezt csak megmutatom. Vagy a Jáksóféle marslakókét. Annak azt mondja, money volt a zenéje. Vagy ezeket, legalábbis azt szólt a Jáksó fejébe között. Ezeket Bence nem is emelhetünk. Hol játszol legközelebb, vagy hova mész, vagy mit csinálsz most? Most rengeteg felkérés érkezett a videó miatt a világ minden részéről, úgyhogy próbáljuk összeszervezni, hogy mindennek eleget is tegyek, meg hogy értelme is legyen, ugye, hogy valahogy úgy menni városról városra, hogyha ilyen sok fellépés van, hogy... Jó, ha valaki esetleg azt mondja neked, hogy oké, én mindent intézek, a te dolgod csak az, hogy zenélj. Na, ő fog lenyúlni. Vigyázz, mert ő lesz a maraget. Nem tudjuk ki ő, de vele nagyon kell vigyázni. De ebben egyébként mi a jövő? Mert hogy tök jó, hogy ezt eljátszod, ebből lehet koncertet csinálni, hogy gyerekek, gyertek el, Michael Jackson-t játszom zongorán. Hát Michael Jackson, de nem csak Michael Jackson, saját dalokat is szoktam, meg másféle átdolgozásokat, és egyébként simán lehet belőle koncertet, hogyha nem tudom, ismeritek a Two Cellos például, a két horvát csellista, ők is ilyen átdolgozásokkal futottak be. Persze. Nézzünk okosan, de... Aha, igen. Turcellos. Turcello. A két Turcello. A két fitosorú. A két fitosorú. Igen. Na jó, Bence, hát mi imádjuk a videóidat, úgyhogy tegyél föl sokat, jó? Ha valami új van, akkor jelez nekünk, hogy hova kell kattintanunk, mit küldeni fogom. Küldjed, mit nézzünk meg, mert bejátsszuk, megmutatjuk, mert nagyon, nagyon szeretjük. Köszönjük itt szépen. Itt Metallicát, jó? De egyébként minden. Csak így tovább, Bence. Rendben, jó, köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Bence, köszönjük szépen, köszönjük, hogy itt voltál. Szia, Bencének köszönjük szépen. Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Na, új dala van az Irigy Hónai Mirigynek. Éles váltás. Már segítek egy kicsit. Igen. Ez az. Új dala van az Irigy Hónai Mirigynek. És hát mondhatni talán, hogy az elmúlt időszak egyik legnagyobb hazai slágerét, a No Rocks Eye-t dolgozták ők fel.
A norokszája mi is foglalkoztunk, ezért elég hallgattunk. Így van, és hát gyakorlatilag ilyen letöltés halmaz gyűjtött össze, vagy irgalmatlan sokan megnézték, és nagyon-nagyon szeretik, úgyhogy az irigy-mirigy jóhoz nyúlt megint. Pontosan mit is jelent a számlak a címe? Feri. Dob tovább nekem, Bali. ők a Csoli és a kis Grófó. Igen. Ugye? Ők baromira mennek most, tehát ők hihetetlen népszerűek az interneten, és állítólag bitang mennyiségű hakni. A falunapok sztárjai. A falunapokon rettenetesen dübörögnek, nyá, hát most aztán beindul a nyár. Hány milliós valami hirdatlan. Rettenetes nagy a nézettségük. De ők nem, ő jön az A8-assal, ez az? Az. Igen? De azóta már cserélte. Egy A9-esre. Egy A9-esre. Ő volt az, jön a Józsi az A8-assal, ez az? Beül a Jolly az A8-asba. Beül a Jolly az A8-asba, ők szintén ők? Igen, ez lehet, hogy már keverem őket, igen. Na mindegy, szóval, hogy az Irigy Hónai Mirigy feldolgozta őket, úgyhogy felhívjuk Győzőt. Aztán meghallgatjuk a dalt is már, mint a feldolgozás, hogy meséljen nekünk Győző kicsit a részletekről. Mm. És hogy nekik, hogy megy mostanában? Melyik a hanyassal járnak? Hát egy ilyen dalra ráülni, egy jó átirattal, azt szerintem jó. 15 milliós nézettsége van. Jézus Mária! 15 millió. Hmm. Az ugye nem 15 millió embert jelent, hanem 15 milliószor néztek meg. Tehát lehet, hogy egy valaki nézte. Nem kis meló a családnak. Igen, egy valaki 13 milliószor. Beül a Julie az A8-asban, mi kell a nőnek, azt mindig ő tudja. Viszkit rendel, liter számra, mindenki vele mulat. Hát ez az. Akkor, jól emlékeztem. Egy része. Na, itt van velünk Varga Győző, az Irigy Hónai Mirigyből. Győző, jó reggelt, hello! Jó reggelt, köszöntöm mindenkit, meg benneteket is. Hello. Fél tíz, hogyha nem egy haknin vagy. Ugye, fél tízkor, hát nem olyan. Mert most a csapat másik fele ment. Meg a hakniról. Én most jöttem meg a hakniról, és pont azon gondolkodtam, beszéltetek az ivásról, hogy kihagytátok a zenészeket, hogy ki az, aki nem tud elég dolgozni. Azért, mert az annyira evidens, hogy igen. Hogy azzal szóba se került. Azt meg se kellett említeni. Na, hát a Norrokszáj dolgozhat a fel, ugye gondolom, egy ilyen dal nektek, hát az maga a paradicsom. Tele van képigeggekkel, szöveget lehet ráépíteni, tehát itt szinte bármihez nyúltok, az jó. Karakteresek az előadók. Igen. Igen, mindig ez a legjobb számunkra. Egyébként ugye mi is abból indulunk ki, hogy mit néznek meg a legtöbben, és akkor elkezdünk rajta gondolkodni, és tulajdonképpen úgy tűnik, hogy tényleg jóhoz nyújtunk, két nap alatt már több mint 500-ra nézték már a klipet. Azt a mindenit. Majdnem pontosan két napja tettem föl, így fél tízkor. Mert akkor linkeltem föl. Ezeket te intézed? Hát nincs egy manager, vagy valaki, te otthon ülsz a kis YouTube-odra, a kis nem tudom hány megás interneteddel is teszed fel az Irigy Hónai Mirigy klipjeit. Ez nagyon becsülendő. Hát ez nem egy olyan nagy dolog szerintem. Manapság már annyi mobileszköz van, meg olyan sok minden van a világban, hogy nem kell ehhez semmi, mert a telefonomról föllinkelem lassan tényleg. Ülsz ott a kis sportzoknit van, hálószalában. Igen. A Peti telefonálgat fél óránként, mennyi hát van már fönt. Pontosan így képzeled el, de nem sportzokniban ülök, egy nagyon szép fekete utcai van rajtam. Illetve egy harisnya. Nagyon szolfixel. Nagyon. Harisnya nadrág. Igen, egy trombózisos harisnya nadrág. Ennyire azért nem veszélyes még a helyzet. Még ennyire nem vagyok öreg szerencsére. Na és forgattatok hozzá klippet akkor értelemszerűen? Igen, természetesen. Hát nálunk azt mondhatnám, hogy most akkor jelenik meg egy szám, hogyha forgatunk hozzá klippet. Igen, és ez az egészen más a mi esetünkben, egy klipforgatás nem egy 5 perc alatt találjuk ki, tehát most mit tudom én azt a számot, hogy föl fogjuk dolgozni, majd, hogy nem már decemberben kitaláltuk, de jó idő kellett hozzá, tehát kifejezetten jó napos idő kellett, és szó szerint ezt vártuk. Volt egy olyan forgatási nap, amit el is kellett emiatt halasztanunk, egész egyszerűen nem volt jó idő. Meg ott volt a viszérműtéted is. Most önmagában már ide egy hallgató, tök igaza van, hogy ez már önmagában szinte egy paródia ez a dal. Tehát, hogy egy majdnem, hogy paródián még mit lehet parodizálni? Hát, ha megnézzük ezt a klipet, vagy az előadókat, hát idézőjelesen, de már tényleg ez is egy nagybetűs paródia lehet akár. Hát akár lehet így nézni, de igen, igazából pont ez a, amit így a hallgatók is írnak, hogy adja magát a lehetőség. Tehát kifejezetten adja magát, hogy valaki mondja, hogy mekkora menő vagy, beülök ugye az A8-asba, akkor én meg egyben be tudok ülni a Suzuki-ba, egy egyes dízelfel tuningolva, és akkor mindjárt másképp néz ki ugyanaz a szám. Hát igen, nyilván pont az ellentéteket hangsúlyozzátok. És már 500 ezeren megnézték két nap alatt? Hát most már több mint 500. Itt a sportzatimra elmegyek a YouTube oldalra, és akkor most megmondom neked, hogy most éppen 520 ezer név van. De akkor látok is nagy a család. Hát igen. Ezt szóltatok mindenkinek. Hát mindenkit ráküldtem, hogy nyomkodja a gombot. Fél, riasztottatok tényleg mindenkit. Ki öltözött nőnek most a klipben? Mindenki, látod? Mi?
Nem. Hát itt hosszas verekedés volt, hogy ki nem, de most az Uzi és az Imi nyert szerencsére. Ahol még az Anti is, igen. Tehát van. Figyelj, ott álltunk az utcén, az Üvegtigris helyszínén forgattuk, és ott, hát ott én is, hogy be voltam öltözve ilyen arany nyaklánccal, és ott elkezdtem árulni az utcén a lányokat. Ott fékeztek a kamionok hirtelen. Mondjuk az irigy honnan, mindigyából, ha valaki nem öltözik nőnek, az már hát, ez már 15 éve is, 10 éve is, 8 éve is, és még az el, következő 20 évben is ez lesz. Tehát valaki közben mindig nőnek öltözik, ezt így valahogy nagyon ragaszkodtok. De ez nem azért van, ez azért van egész egyszerűen, ha van női szerep, és emiatt nem veszünk a magunk közé nőket, és tudod miért nem, mert pletykálkodnak. Te hallgatsz minket. Mi nem tudsz aludni? Vagy korán kelsz? Hogy? Elég korán kelek. Hát majd megtanulod, ha még iskolások is lesznek a gyerekek, hogy korán kelsz. Hát, el kell juttatni a gyereket legalább 8 évet iskolába. Na és a zenésznek nincs kimaradás a reggeli iskola hordásból, hogy tegnap este turné voltunk, anya, és meg még ittas vagyok. Hát igen, ez is előfordul, hogy néha kimaradok, de azért nem. Ezért vagyok, hogy milyen jó korán. Na jó van, belehallgatunk akkor a dalotokba, jó? Egy kicsit először az eredetibe, és aztán meghallgatjuk, hogy mi lett belőle. Na, ezt már nagyon várom. Gondolom. Mi, ha nem hallottad még, akkor nagy a baj. Igen, azért meghallgattuk már egy párszor. De most nektek is nagy jubileum van idén, nem? 25. Igen, hát idén vagyunk 25 évesek, ne vicced. Óriás koncert lesz az Arénában, úgyhogy... Ugye ezt is előadjuk, hát ezt már be is szervezzük ezt a számot a műsoron. Na most az Arénában minden évben van óriás koncert, nem? Most egy két évig nem volt. Most kimaradt. Nem, évente nem tartunk. Mi legalábbis úgy látjuk, hogy ha évente lenne, akkor nem lenne kuriózum. De igen, sokszor van szerencsére. Mindig sikeres és megtöltjük szerencsére. Én azt úgy gondolom, hogy idén is így lesz. Óriás show műsor, meg minden lesz. Még egyszer se kellett felezni. Nem. Ilyen még nem fordult. Mert vannak ezek a nagy felezős, nagy koncertek, igen. Egy-egy zenekarnak. Engedjétek le a függöny, nem telik a ház, tudod, csak le kell gyorsan felezni. Azt gondolom, hogy a mi esetünkben a közönség volt már koncerten, az tudja, hogy azért óriási show várható, meg azért itt vagy látványvilág, meg mi nagyon oda szoktuk magunkat szenni, és gondolom, aki már volt, azért biztosan eljön még egyszer. Na, de erről még majd úgyis beszélünk később. Jól van, Győző, köszi neked, pihenjél akkor most már, ilyenkor fent vagy, jó? Köszi, ciao, Varga Győzőnek, köszönjük szépen, hello. Na most mindegy, hallgassunk bele az irigy honnan irigybe, hogy hát ha valaki nem ismeri az eredeti. Az kicsit az eredeti. Kicsit kell az eredeti. Hát én szeretem. Na, 15 millióan megnézték. Ja, akkor ne. Hagyjuk. Nem is vagyunk annyian. Én nem emlékszem annyira a szövegre, hogy tudjam, hogy a mirigyék mit parodizálnak pontosan, csak egy percig, hogy az milyen. Meg jó a hangulatát, az eredeti előadott jó, meg egy picit, legalább egy verze refrém. Ez az eredeti, és akkor megmutatjuk az irigy hónaim irigy dalát, jó? Hogy mit csináltak belőle győzőjék. Ezt viszont teljesen meghallgathatjuk. Jó, nem? Mehet végig. Nem leszel így soha buver a király, nincs fuksza jáj. Hogy leszel így király, nincs a sugár járgányod, de soha ez a te kis hiányod, műdomszra jár. Norokszáj, azt mondhatod neki, mert ez azt jelenti, hogy legyen szerencséd. Igen? Aha. Na, akkor most már ezt is tudjuk. Jó volt a mirigy feldolgozás, de pont arról beszélgetünk, szerintem ezt elmondhatjuk, hogy régen azért ők keményebben oda-oda mondogattak, bátrabbak voltak, nem? Tehát ilyen helyes, aranyos, jobbofizós lett, de régen pontosan kimerték emelni a kikarikírozható elemeket, és kicsit bátrabban, odamondósabban mondtak oda úgy, kikarikírozva az adott embert, akit parodizáltak éppen. Most ez így nekem nagyon ilyen polkorrekt volt. Uh-huh. Igen, tehát ez ilyen helyes, aranyos, kedves, de hogy azért ők pár évvel ezelőtt, nem tudom, lehet ez a közhangulat miatt van, vagy különböző félelmek miatt, én nem tudom, de hogy mindenkinek bátrabban oda mondom. Mert hát ugye le is tilthatják az előadók adott esetben a produktumot, hogyha nem tetszik nekik, és lehet, hogy ez is egy picit. De annól nem tiltották le. De. Egy-kettő vagy volt. Nagyobb volt a merítés. Aha. Ott azért, hogyha valaki mondjuk adott esetben azt mondta, hogy nem, ebben nem egyezek bele, ez nem mehet le, mert nem szimpi, beszélgetünk már. Akkor volt egy-két ilyen. De nagyon magyar, kevés, igen, nagyon kevés, mondtak nem nagyon nekik, kevés, igen. Hogyha jól emlékszem, talán a Szikora Robi meg a Geszti voltak azok, akik, de ez nem biztos, csak így erre emlékszem. De ott azért volt merítés. Mostanában meg már parodizálják ezredszer, mit tudom én, Pataki Attilát. Hát igen, nagyon volt a merítés, meg valahogy egy kicsit bátrabbak is voltak, de szerethető ez a dal. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Na gyerekek, munkai pletyka, hát ez egy érdekes téma, ugye amerikai szociálpszichológusok megállapították, hogy le kellene számolni az egyterű irodákkal, mert hogy jobban terjed a munkai pletyka, ami szerintem egy baromság, tehát miért terjedne attól jobban, hogy te egyterű irodában dolgozol, mm-hmm. hogy valahol van egy kávézó, vagy egy étterem, és vagy egy cigizőhely, és oda el tudsz menni dohányozni. Mert átkiabálnak a másik sarokba, tudod?
Igen. Ez is lehet, minden esetre megállapították, hogy nem jó az egyterű. És nem jók az olyan helységek, mint a kávézó, a büfé vagy a pihenő, mert ott akár 3 perc alatt is eljuthat dolgozótól dolgozóig a pletyka, és a vezető értekezleten született döntések. Hogy ezt egyébként hogy kutatták, azt nem tudom, hogy elindítottak valami álpletykát, vagy kikérdezték a dolgozókat. Minden esetre a nők, ezt nem értem, a nők jobban, a férfiak többet. Ez hogy kell értelmezni? Segítsetek ti, sokkal okosabbak vagytok. A jobb pletykázás az hogy jobban adod át az információt, korrektebb. Korrektebb, tehát nem teszel bele. Igen, nem kamuzol. Információt. És a férfiak meg többet? A férfiak többet pletykálnak állítólag az amerikaiak szerint, igen. És színeznek. Nyilván jobban és színeznek. És kitalálnak. Aha. Hát indítsuk el ezt a zsűlös katicását. Nekem azt tetszik. Az ezt már nem mondtam adásban, az már nem pletyka, tehát azt már mindenki tudja. Jó, hát akkor színezzünk rajta. Nem katicabograk legyenek, hanem cserebogár. Mondjuk igen, kolorádó bogarakat. 4 szarvasbogár és 3 kolorádó bogár. És egy hangyaboly. Na, tehát, hogy... akkor nézzük meg, hogy nálunk ez hogy megy. Hát nálunk is mindenki pletykálkodik azért egy picit, nem? Tehát itt is kijárnak a munkatársaim dohányozni, itt is van közös helység. Munkatársaink, én járok ki egyedül. Most már a Lacival se lehet egy jót beszélgetni, érted? Mert ő is leszokott. Na, de te egy felborult libáskosár vagy. Te olyan pletykás vagy, annyira szereted, egyébként tényleg te kiársz, csipegetsz, odaállsz, hallgatod, ezeket én észrevettem, hogy te ezt szereted. Bejövök, nyomom. Kicsit ide belehallgatsz, kicsit oda belehallgatsz, van egy folyosói beszélgetés, kicsit megállsz, tovább mész, kimész dohányozni. Hallottam egyébként a Ferit a hátra, mindenki csak úgy emlegít, hogy a gyontató. Miss gyontató. Közülünk, ha lehetne választani egy embert, akkor te meg Anna. Illetve 2 ember. Hát, ugye? Egyértelműen. És Annával tök jó például pletyózni. Igen, csak akkor zárt a kör. Te ti ketten, komolyan mondom, tehát ha valamit én nem akarnám, hogy kiderüljön, azt tőletek indítanám el. Aha. És vinném tovább a kört, hogy az hogy derül ki. Tehát ti ketten, amit ti műveltek, ez az elvonulunk együtt, belehallgatunk, kimegyünk tovább. Nincs mondjuk igazán, mert az Anna nem adja tovább. A Feri meg az Anna a két legnagyobb pletykagép közülünk a Morning Show-ból, hát aztán vannak más pletykagépek, akiket látok dohányozni. Azért, mert nem minden dohányos száll be a buliba. Ez is igaz, hogy vannak kivételek. Van mondjuk 2 ezerből, de Annával mi... Mi a legnagyobb bűnözők. 3-4-6-kor indítunk, érted? Amikor igen, te még nem megint, egy kávéval. Te ebben nő vagy. Igen, imádom. De én látom, te ezt tényleg szeretem. Kicsit mi volt abszolút. Ott, körbe kérdezek, körbe szimatalok. Jaj, gyere ki dohányozni, kicsit kikérdezlek. Én ezt sose szeretem. Sose kérdezek ki senkit. Csak odász. Önmaguktól mondják. Így van. Nem én vagyok. Hát te, Anna, te vagy a másik. Hát ti ketten, ti pletyka bűnözők vagytok. Tegyünk rendet azért a fejbe, hogy mi is a pletyka. Mert hogy a pletyka az egy rossz indulatú szóbeszéd. Az, hogy mi megbeszélünk dolgokat, tehát mit tudom, Janival mondjuk reggel beszélek, bocsánat, hogy berántottalak most. Na most próbálsz mindenkit magaddal rántani. Hogy megbeszélünk dolgokat, mondjuk olyan dolgokat, ami minket érdekel. Az nem pletyka. Vagy mondjuk tapasztalok valamit mondjuk a cégnél, olyan dolgot, ami engem ért, valami benyomás, és én azt elmondom, én nem teszek hozzá semmit, nem. Az, hogy elmondom, ami velem, az mitől lenne rossz indulat, vagy miért pletyka nem, ez az. Nem konkrétan a pletykára gondolok, hanem az elmondani. Akkor válik, amikor a Feri tovább adja. Akkor, és hozzá. Mert én viszont teszek hozzá. Sima ügy. Hallottad? Az pletyka. De nem, most nem csak a pletyka, hogy hallottad róla, hogy mit tudom, én nem tudom, nem húzza le a budit, nem erre gondolok, hanem az elmondani, kibeszélni, átdumálni, csacsogni róla. Na, de ha nem húzza le a budit, akkor elmondom. Zsizsegni, azt imádjátok. Nem tartatod magadba, betegséget okoz. Betegséget okoz a benszorult gond, probléma. Igen. A feszítő kényszer, hogy nem tudod, hogy a másikkal ezért mi van. Ezért ez a becenevetek. A tiéd egy gyontató, Annáj pedig fali újság. Ennyi. Nem, én szeretem tényleg. Tehát én szeretem cseregni. Te nem szereted, te egy most én csevegős vagy, óvatosan a szavakkal. Anna tudja, hogy a tudás hatalom. Így van. És ezért törekszik rá. Igen. Minél többre. Én szeretek csevegni. Janival is, Ferivel egyébként is. Egy kicsit a Jani is. Ebben ezért én egyedül maradok, és mindhármatokat be kell, hogy vádoljalak. Mert a Jani azért a nagy WC-ben mosogató és ott beszélgető. Reggel a kávégép mellett nagy megfejtő szintén. Igen. Tehát ti azért nagy trécselősek vagytok egyébként. Igen. Ez a kis mivel mi van, arról hallottad, erről hallottad. Engem mi azt a csönd? Olyan, akkor
Én ezek elő például menekülök. Tehát az Anna oda jön hozzám reggel zsibasztani, akkor én magam... De én látom, mert a fejére teszi az újságot. Hát eltakarom magam, hogy én nem akarok, de én soha, de én nem megyek dohányozni, én ezektől menekülök. Igen, Balázs szigorúan betartja a követési távolságot mindig. De jó, mérlek. Azt tudod, hogy hívják? Érdektelenség, mert téged az embertársait hidegen hagynak. Érted? Igen. Azért, mert mi törődünk a többiekkel. Csak egyszerűen nem érdekel a nyomorotok. Hogy te... Persze, látom. Rahatul nem. De van, hogy elmondom, tehát ha érdekel, hogy van, hogy elmondom. Hogy én olvasom az újságot, tudod, na, Népszabadság, mindig Magyar Nemzet, így a fejemre húzom, próbálom, ne, Istenem, add, hogy hagyja abba, adj, hogy abba, és az Anna képes 10 percig úgy mondani, hogy nincs szemkontaktus. Mondom, most mit csinálják, menjek arrébb. Annát egyáltalán nem érdekel, hogy téged mi érdekel, hogy elmondja, ha akar, elmondja. Így van. Mert feszíti, mert meg akarja osztani. Hát ezt értsétek már meg, hogy ez nem pletyka. Igen, két is van. Van, aki ebből szívesen marad ki, és egyáltalán semmilyenben nem vesz részt, soha egyetlen ilyen beszélgetésbe se vesek részt, valami nem szeretem. Tehát veszünk meg a fontos dolgokat, röhögjünk az, hogy kivel történt, ez a félrevonulók, ettől engem a hidegre. Nem vonulunk félre, tehát odállhatsz mellénk az udvaron. Igen, ki lehet jönni. Nem juthatok rá a szerkesztőségiben. Nem vonulunk félre. Odállhat bárki. Nincs középút, azon gondolkozom. Tehát vagy nyakig benne vagy, és viszed tovább az infót, és vagy abszolút kimaradsz belőle. Az ilyenek miatt terjed el. Igen. Rólunk, hogy pletykázunk, holott mi csak beszélgetünk. Érted? Más! Ízlelgesd, megbeszélni. Igen. Nektek elvonási tünetetek megoldani. Van, ha nem tudtok kimenni egy fél óra után. A Jani az a kicsit benne van, kicsit azért ő ugyan maga ura is, engem totálisan hidegen hagy ez a dolog. Nem csak azért, mert nem dohányzom. Tehát ha dohányoznék is, sem mennék ki veletek. Én se dohányzom, én kávézni szoktam. Én se. Hát a kommunikáció az életünk, érted? Én biztos vagyok benne, hogy vannak olyan emberek, akik azért szoknak rá például a dohányzásra. Na ez is tuti. Hogy együtt lehessenek a többiekkel, és akkor ott áldogálhassanak, és hallgathassák, vagy éppen továbbadhassák az információkat. De akkor miért van az, hogy akit nem érdekel, az viszont tényleg nem érdekel? Tehát azok, akiknek, tehát hogy miért lehet ez tényleg ennyire erősen két táborra mondani, hogy vagy menekülsz minden ilyen beszélgetésből, és nem akarsz ott részt venni, vagy megöl a kíváncsiság, és minden beszélgetéshez odaállsz, és szeretett, hogy ott vagy, szeretett, hogy hallod, rajtad keresztül mennek az információk, és dillerkedsz, nem? Mert mindenkit végleg megtalálható. Ne, de nem az infók, engem nem az infók érdekelnek, tudom, nem hiszed el kisfali újságnak. Hanem ez egy ilyen verbális szélcsövezés nálatok. Teletext vagy, érted? Én szeretek beszélni, engem tényleg érdekel, hogy mit tudom én három mondatban, mikor megbeszéljük, hogy mi van a Zsüllel, föltett mondjuk pár képet a fészre, akkor megkérdezem. Na most árultad el magad. Senkit nem érdekel, hogy mi van a Zsüllel. De, engem érdekel. Mindezt úgy, hogy a Zsüll nincs is ott. Imádom megbeszélni, mi van a Zsüllel, csak ne legyen ott. De. Megkérdezem az Ákost, hogy mi van a gyerekkel, megkérdezem Feritől, mi volt mit tudom én, a fesztiválon, milyen. De azért ti kicsit beszéltek, kicsit kibeszéltek, kicsit pletykákodtok, kicsit duruzsoltok. Hát azért ez nem ez az egyszerű. Ó, Feri, mi volt veled hétvégén a kolbásztöltő fesztiválon? Drága Anna, köszönöm kérdésed. Remekül mulattunk kicsin családommal? Azért ez nem így van. Csak a legritkább, hogy ez ő azt mondta, ő ezt csinálta, nézd már meg. Tehát azért kicsit megy ez a klasszikus női zsizsegés. Amiben Feri egyébként egy rakott szoknyás asszony. Imádom. Én nem láttam még férfit, aki ennyire szeretné ezt így művelni, van. Mint a Feri, de Ferinek a cigizés, meg a kávézás, az a kukoricamorzsolás. Igen, és csak alibi miatt csinálom az egészet, tehát, mert egyébként nem tudnál odaállni. De mi egy idő után ti féltek, hogy kimaradtok valamiből, vagy valami nem jut el hozzátok? Vagy, tehát mi a minden eljut hozzá, tehát nem kell félni, a hálózatot üzemeltetünk. Igen, tehát a hálózat üzemeltető, az nem, hogy eljut minden, tulajdonképpen a szoftverből indult, tehát ti vagytok a Matrix. Az alap. Ti indítjátok az egészet. Minden eljut hozzá. Az a dohányzó hely most, így tényleg így meg is fogalmaztam. Az a dohányzó hely, ami itt kín van, az a Klassz FM fonója. Ennyi. Oda kijárnak a nők, meg a férfinak látszó nők, és ott kimennek, és mindent megbeszélnek, elcsacsogják, elpletykálgatják, továbbadják. De most én önkritikát gyakorlok, bennem van a hiba, tehát van bennem hiba az embertársai. Hát ezt tegnap beszéltük ki az Annával. Igen. Az a nagyfokú érdektelenség, ami benned van. Tehát mi a jobb, őszintén nem végighallgatni, vagy álszent módon állni ott 10 percet, és közben arra gondolni, hogy miért nem hagyod abba. Én őszintén nem hallgatom végig sokszor. De nem azt mondom, hogy engem nem érdekel, hogyha téged mit a beléd rúgtak a metrom, ezt elmondhatod. Persze. De ez a menjünk ki együtt zsizsegni, hárman szívjunk el egy cigit, és beszéljük meg, hogy olyan. Az engem sose érdekelt, hogy tehát ki kivel dugott, hogy ki kivel van, hogy ki mit mondott a hírről, innen. Ez engem nem érdekel. De ugyanolyan fontos dolgokról beszélünk ott kint. Persze. Is, érted? Csak barátságosabb körülmények között. Most tényleg elgondolkoztam, hogy én vagyok-e. Nem.
Nem. Egy kicsit, igen. De hát itt élünk, itt élsz bent, itt vagy szocializálva az emberek közé, hát csak érdekel, nekik vannak problémáik, hát vannak olyan dolgok, amiket megosztanak velünk, és akkor... És tudni akkor kell, hogy nem ugyanaz, tehát odajössz, hogy van egy személyes problémád, meghallgatom. Nem érdekel, de meghallgatom. Aha, persze, tök jó fej vagy, imádlak, igen, köszi. De most arról a nyüzsgésről, zsizsgésről, kis kibeszélésről, kis cigi hallottad, de hallottad, nem sokára ez le. Abból való kimaradás, azt nem mindig megkönnyebbülök, amikor ilyen beszélgetések kezdenek kialakulni, és fél perc már nem vagyok. De nem is mennek oda hozzád, mert tudják, hogy nem akarsz beszélgetni. Figyelj, reggel, amikor ugye Anna szokott előbb érkezni, akkor jövök én, akkor egy kicsit beszélgetünk, de ahogy megjelenik a Feri. Igen. Anna tudja, hogy oké, Jani lemezt levettük a lejátszóról, és elkezdi rögtön a második világháborúból a legendás páncélos parancsnokának, Heinz Guderiannak a rugalmas elszakadás tanulmányát alkalmazni. Hát, Anna és a Ferivel együtt így szépen így eltávolodnak tőlem, és ott maradok egyedül. Így van. Minden majd, ilyen majd bejövök, folytatom Zsüllel, mert éppen akkorra két összenektek a stúdiót, és megyek Ákoshoz, mert még nincs 6 óra. Tehát nem ült be hírekre. De otthon nem hallgat meg senki, vagy mi ez a nyomorúságos kérdés, hogy mindenkinek elmondjam, hogy nem volt tegnap zöld, a zöldségesnél fehérnék. Tehát nem hallgat meg otthon senki. De vagy? Nem én mondom el, én őket meghallgatom. De hogy hallgatod, te folyamatosan meghallgatod, és utána tovább. Szerinted miért vagyok betakarva Népszabadsága, vagy Magyar Nemzete reggel? Az odász mellém, és 12 percig zsibbasztasz. Hát tudom, mert látom, hogy a telefonodat nyomkodod. De miért mondod ilyenkor végig? Egyébként szeretem menned, lemértem egyszer 8 percig beszéltél úgy, hogy nem néztem rá. Hát figyelj, azért mondom végig, mert végig akarom mondani, mert bízom benne, hogy eljut hozzád némi. Hogy valami megragad. Igen. Szoktál rá válaszolni egyébként, nem tudom, feltűnt neked. Ez a baj, hogy válaszolsz rá, mert nézd meg, ott van például Zsül. Igen. Mert hogyha Anna beszél például Zsülhöz, nagyon jól tudja mindenki, hogy Zsül, ha a pult mögött ül, nem tud másra figyelni. Tehát hozzá beszélhetsz, de tologatja a pótmétereket, nézeget, én már csomószor csináltam, elkezdtem neki magyarázni, kérdeztem, mi van apukájával, ajánlottam neki programot. Semmit nem hallott meg az egészből, mert pótméterek tudod. De nektek ez terápiás jellege, csak tök mindegy, hogy ki van ott, tehát ott ül egy guminő, elmondanátok neki is egyébként. Ez nem erről szól. Na, jó, mindegy, mi a Ferivel nagyon egymásra találtunk, van, tehát, tudjuk, hogy ennyi, hogy és mi tudjuk, egész. Hogy miről szól, igen. Információ tulajdonos vagy egyébként, ennyi. Dílerkedtek, masszívan dílerkedtek, igen. Azért tudnék mesélni, na minden. Hát tudom, hogy tudnál, hát több mindent tudtok a saját életemről, meg mások életéről, mint én magam egyébként, igen. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Mit kaptunk? Hát figyelj, ezt nem hiszem. Nem mondod komolyan fotót. De jó. Laci, gyerekek, hát Laci itt közben nagyon pakolt, és mi röhögünk, mert hogy berakott egy ajándékot egy piros masnival átkötve, bekapcsolta az ajándékot, hogy konkrétan megvakulott. Vált, nagyon jó, figyelj, levél van hozzá, na várjál. Kedves Balázs, János és Feri, nem akármilyen lámpa áll előttetek. Az utóbbi hónapokban adott segítségeteket mindenképp szerettük volna egy ajándékkal megköszönni, mi is lett volna erre alkalmasabb, mint az a tárgy, ami oly sok ember életét keserítette meg éveken keresztül, nektek talán mégis jó emlékként szolgál. Egyébként sem kedvelték őt a raktárban sem, ahová a körforgalom megépítése után került, többen panaszkodtak rá, hogy mogorva, sértődött, nem jön ki a többi forgalomtechnikai eszközzel. Kérlek, hogy bánjatok vele türelmesen, ha engedetlenkedik, nyugodtan kapcsoljátok ki a bal oldalán található gombbal. Üdvözlettel, Lopper Dániel. Dani. Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT 2015. július 8. Milyen hát figyelmesen? Ő maga az Üllői úti, az Ürömi, vagy Ürömi úti, inkább. Bocsánat, Ürömi úti körforgalom lámpája. Gyerekek, és ilyen is pirosan világít, pont felém, Laci, picit fordítasz rajta, akkor nem kell elmennem 10 órakor személyzetre. Köszönöm. Köszönöm szépen, most már nekem sokkal jobb, már érzem, hogy pirul az arcom. Igen, János már barnul egy kicsit. Egy közlekedési lámpa, méghozzá az ürömi lámpa, ami Sej. Pirosra vált, sárgára, zöldre, pirosra és sárgára. Hány? Egyszerre. Gyerekek, zseniális. Az. Megkaptuk a lámpát. Hány ember nagy szinte ezt a lámpát? Tanulja. Hány káanyázást hallott ez a lámpa? Zseniális, hát ezt meg föltesszük a Facebookra Óriási. És az Instagramra mindenképpen. Jó esik, János? Nem. Hagyj legyek őszintén, rohadtul nem. Utoljára gyerekkoromban ültem így infralámpa előtt, mikor arcüreggyulladásom volt, és anyám leültetett, tudod, gyere infrázni. Így. Gyere infrázni. Egy életnagyságú, sőt, nem is életnagyságú, ez az. Egy közlekedési lámpát küldött nekünk a Dani. Ez elemes.
És ez elemes is volt, mert akkor már értem, hogy miért állt a szerintem belenyúltak a rendszerbe. Figyelj, nagyon jó. Konkrétan migrénem lett ettől a piros fénytől, de nagyon jó arcok. Köszönjük szépen. Hívjuk már föl Anna Csörög, már elítsz a Danira, csak egy mondat erejéig, jó? Hogy köszönjük meg neki. Zendrágák! Szerintem itt tényleg belenyúltak egy kicsit a rendszerben, mert ha van egy ilyen oldalkapcsoló mindegyiken, gyári lakszender, akkor felmászom és átkapcsolom, nem szeretek. Igen. Na, hát ugye a körforgalomról van szó, sokat beszéltünk róla, lobbiztunk, sokszor szóba hoztuk, nyomatékosítottuk a kivitelezőnél, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-nél, hogy csináljanak valamit, nyomják, 40-50 ezer embert érint ez minden nap, és megkaptuk a lámpát. Sajnos a körforgalom átadásán nem tudtunk ott lenni. Győrben voltunk. Múlt héten pénteken 10 órakor volt az ünnepélyes átadó, de gondoltak ránk, és ezt köszönjük. Meg ez jó fejség. Tehát, hogy valahogy így kellene csinálni. Tehát ez a hangvétel, meg ez a hozzáállás, ez a pozitív. Nem az a fajta arrogancia, amit például most a BKK igen, előadott. Majd beszélünk róla. Igen. Na, itt van Dani közben a vonalban. Dani, jó reggelt! Hello! Ciao! Loper, Dani, szia! Jó reggelt! De drágák vagytok, hát köszönjük. Jó, de azért nem csak pirosan világít. Nem, nagyon korszerűen sárga és zöld, minden van benne. Szuper. Igen, azt mondták nekem a kollégák, akiknek ezúttal is köszönöm, hogy raktárból előhalázták, hogy ugye egy óráig működik ez az akkumulátor, ugye ideiglenes szerkezet van benne, egy akkumulátor és egy irányító mechanika, ugye, ami a fényeket irányítja, de egyébként kisebb változtatásokat azért végrehajtottak, mert ez ugye kínlógott, ez pedig most itt egy állított állapotában van, de gyakorlatilag ez a történelmi lámpa, lehet így mondani. Úgy szeretem, ha valakinek van humora, meg tényleg valaki úgy áll egy dologhoz, hogy végre nem ilyen vaskalapos módon, hanem itt van, nyilatkozik, ajándékot küld, most nem nyilván az ajándékról van szó, hanem hogy veszi a lapot, érti a humort, és elküldi nekünk a sokat átkozott ürömi lámpát. Hát tényleg tízezrek szitták minden nap, hosszú-hosszú éveken. Megdobáljuk papírgalacsinnal a múltért. Igen, szegényként. Dani, valamiféle jogszabályba ütközne az, hogyha mondjuk Balázs, amikor kimegy mondjuk a Benivel bringázni az utcába, akkor ezt így kirakná az utcának az elejére, és pirosra állítaná, hogy a gyerek ne legyen veszélyben? Lezárnám az forgalom miatt. Hát nem tudom, hogy ez mennyire törvényes. Igazából én arra gondoltam, hogy az irodátokat vagy a stúdiót biztos jól fel lehet vele dobni. Nem, a budi elé fogjuk kirakni, ha bent vagyunk. Igen. Igen. Mi minden ilyen relikviát gyűjtünk a kiszerkesztőségi szobánkban, az összes díj, újság, cikk, ajándék, az mindegy helyen van, föltesszük a falra, hát a szobánk az nagyon durván néz ki, ezt is fölrakjuk. Dani, nagyon szépen köszönjük. Tölthető az aksi? Tessék? Tölthető az akkumulátor? Megkérdezem, jó? Jó, de ha elemes, akkor majd cserélünk benne. Milyen a körforgalom? Hogy megy a haladás? Minden rendben? Jobb. Vannak azért még problémák, tehát pontról pontra lesz ez jobb, még sok minden épül ott, de azt lehet mondani, hogy azért az első lépés azért mégis jobb volt, és azóta, ha jól látom, akkor azért az arra közlekedőknek a kedve is egy kicsivel azért jobb. Tehát nem két óra hazajutni, meg két óra bejutni a munkába. Hát nem minden nap, tehát azért nyilván még előakadnak, tehát akadnak még fennakadások. Aha. Még azért sok mindent át kell építeni. Hát igen, nyilván meg szeptemberben látjuk majd szerintem a valós forgalmat, amikor újraindul sok óvoda iskola, de ha egy kicsit is jobb lett, akkor már megérte nyilván, ha még ott sok minden épül, akkor ez napról napra. Igen, jobb hát lesz. A vasút augusztus 20-tal elindul, és azért az fontos, hogy akkor már majd használhatják a vasutat is. Az, ja, hogy az most nem ment a körforgalom építése miatt, ugye? Igen. Ott az a piros három kocsis közlekedett? Nem a körforgalom építése miatt, hanem egyébként, tehát ez egy külön, ugye a vasúti vágányoknak az átépítése is ment, és ez volt az egy nagy nehézség, hogy nem tudtak az emberek ugye az autóval átszállni a vonatra, most már augusztus 20-tól fogják tudni azt választani. Na igen. Hát ez nagyon jó. Egy ideig Feri használja ezt a lámpát, aztán használom én, majd ha lerobbanok valahol. Így is van, kell. Minden esély megvan az utóbbi évek tapasztalatai után, úgyhogy Dani, köszönjük nektek, drágák vagytok. Nincs mit. Mondták egyébként, illetve hogy hallottalak titeket, igen, hogy a aszfaltozással kapcsolatban vannak kérdéseitek, illetve kíváncsiak vagytok. Csak arról beszélgettünk, hogy melyik lehet a legrosszabb munka ilyen nagy melegben. Igen, szóba jött az aszfaltozás kora reggel, valóban. És ugye az M0-áson most van egy viszonylag közel hozzátok egy aszfaltozásos takasz. Hogyha van kezdetek, akkor... Van a... Igen? Aha. Jó. Kezdene elmenni. Haló? Hogy a Balást várjátok kint? Hogy kellene egy erős ember a Feri? Egy kis ügyes? Egy kis ügyes, mint a Jani?
Hát igen, kipróbálhatjátok, megnézitek, hogy hogyan megy ez. Egyébként én, amikor a munkásokkal beszéltem, hogy tényleg azt nézzük, hogy melyik a nehéz munka, és mindig ugye megkérdezik őket ilyen nyári melegbe, hogy akkor mégis ezt hogyan tudják elviselni, hogyan bírják. Azt szokták egyébként mondani, hogy egyrészt hozzá vannak szokva, másrészt pedig azt szeretik, hogy ilyenkor halad a munka. Tehát ugye 120 fok fölött lehet az aszfaltot teríteni, és ilyenkor lehet vele haladni. Nyilván, amit én megkérdeztem a munkásokról, az nem teljesen reprezentatív, tehát nyilván van, aki ezt nem, nyilván ez nehéz, és máshogy éli meg, de többen azt mondták, hogy egyébként ők hozzá vannak ahhoz szokva, hogy melegben dolgozzanak, és ilyenkor is nagyon. Biztos, persze, hogy ezt az ember megszokja, de hát le a kalappal mindenki előtt, igen, aki pékségekben dolgozik, aszfaltozik, kétkezi munkát végez, erről beszéltünk korra reggel, hogy ez brutális lehet. Mindenkit megvisel ez a meleg, még az is, aki tényleg egy klimatizált irodában ül, mondjuk, mert kevesebbet alszik, nyugös, fáradt, de hát akik meg aztán ilyen munkát végeznek, pláne, tehát szegények, ilyenkor aztán nekik a legnehezebb. Azelőtt, hogy elmondták a munkások a véleményüket a munkájukról, elmondták neki, hogy te ki vagy? Fiatalopert! Hallod? Mondja. Gondolj meg, hogy mit mondasz? Nagyon szeretjük a munkánkat, nagyon meg vagyok elégedve. Külön örülünk, hogy ebben a melegben nagyon jól haladunk. Ez volt, hogy nem reprezentatív, igen, tehát, amit neked mondtak. Ja, és hol van ez az aszfaltozás, Dani? Nullás? M0-ás, M1, M7 közötti Török Bálint. Ez a Török Bálint rész, aha. Aha, és ott kellene a Ferinek így másfél-két kilométeres szakasz. Ki lakik arra felé. Ja, mondjuk az Jánosék oda költöztek. Ja, persze, igen, szívesen vállalom. Ott kellene besegíteni, igen. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagyágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. És folytatjuk már Feri nélkül. Így van, Feri kifele tart egyébként az M0-ás környékére, mert hogy egy aszfaltozásban szeretne részt venni minden áron. Nem tudtuk megállítani. Nem, mondtuk neki, hogy ne menjen, nem, meg Feri, hogy ne. Meleg van, és hogy ezt most ne próbálja ki, a Loperdani drága volt, hogy ezt felajánlotta nekünk. Mondtuk, hogy jó, majd kimegyünk. Hát tényleg azért az kemény meló, ráadásul ilyen kánikulában, de Feri egyszerűen megállíthatatlan volt, és azt mondta, hogy ha lehetősége van rá, és mehet, akkor ezt nagyon szívesen így kipróbálja. Van. Ma egyszerűen nem tudtuk megállítani. Ha nem aszfaltozhat, akkor felmond, és akkor Balázs mondta, hogy akkor ám legyen, de nem, akkor is. Tehát, hogy ment. Ment, és nem valamiért neki ez bejött nagyon ez a dolog. Halló! Halló! Na! Istenem, hát miért van az, hogy hármunk közül a Balázs szereti egyedül az aszfalt illatot, és én szopok itt kint? De miért van ez? Hát, nézd, hát ezt mi se értettük, de hát ennyire menni akartál, ha ilyen hát rendes vagy, hogy te elmentél megnézni, hogy mit csinálnak ilyenkor az aszfaltozók, hát nem tudtunk mit csinálni. Nem bíztam magammal. Na, akkor először baleseti helyszínen is, hogy helyzetjelentés, valóban, már pont írni akartunk a Lacival, amikor elkezdted mondani a baleseteket. A kifelé vezető szakaszon kettőbe futottunk bele, ez még az M1-M7 között szakasz, ott a körforgalma felüljáró alatt vagy előtt van. Az első az is viszonylag vészes, de a második inkább, mert ott már tűzoltó is van, meg ki kell vágni valakit az autóból, úgyhogy az csúnyább, ott három autó ment, és az egy ilyen belefutásos hátulról. Az első, amivel találkozol, ott meg megpördült egy kis autó, meg egy furgon. Úgyhogy gyakorlatilag így állunk. És ebben a pillanatban álltunk meg az építési helyszínen. Most egy gyönyörű betonkeverő tolat rá a taxira. Nem baj a kolléga, ne idegeskedjes. Jó, nem még állt, ezért jöttem, saját kocsival mentetek. Így van. Figyelj, akkor öltöz bizony. Át, készülj rá, mi buzsigálunk egyet, azzal nincs baj. És akkor visszajunk egy pár perc múlva. Jó? Hát legyen így. Szerintem. Jó, készülj rá, ízítsd a hőmérőt, aztán... Itt vagyok, uram, én semmi gáz, ízítsd is indulhat. Ki ez a hülye? Ki ez hozzá? Ez volt az artikus. Na mindjárt hívunk, jó? Hívunk. Ciao, hello. M7-es autópálya a Balaton lelei kivezető előtt kint van a háromlábú, de nem zongora, úgyhogy ott is vigyázzon mindenki. Mi pedig jövünk mindjárt, és kapcsoljuk Ferit. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 7:10 lesz, pontosan 8 perc múlva. Jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak, itt vagyunk. Arról beszélgettünk korra reggel, ugye, hogy milyen nehéz fizikai munkát végeznek emberek ebben a melegben, és kinek lehet a legnehezebb, és aztán sok szakmát, sok foglalkozást felsoroltunk. Nyilván az aszfaltozók is szóba jöttek.
És nem terveztük, hogy ma meglátogatjuk őket, csak ami drága Danink, Lopper Dani, ugye a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT kommunikációs vezetője betelefonált, és felajánlotta nekünk, hogyha van kedvünk halott a reggeli megszólalást, menjünk ki és nézzük meg, hogy hogy zajlik egy aszfaltozás, hogy nem kettőből ketten Feri nevét mondtuk. Megdöbbentő. Bár ezen a szavazáson Feri nem volt jelen. Így van, de ha nemet mondtunk volna egyébként, mint ahogy azt nem tettük, akkor is egyébként Feri ment volna, mert egyszerűen annyira, mint tényleg még az átlagosan is erőszakosabb volt. Igen, menni akart, nem érted, mindenki állítani. Félreölkött, és ment, és húzta föl. Én láttam egyébként, hogy a munkacipője is van neki. Igen. Készült, nem is tudta, hogy megy, de készült, igen. Levette a vizét, a Geyser vallott, hogy hívják, méretre készített olasz bőrcsukáját, igen, amit kengurubőrből neki, kizárólag neki készített. És felvette az aszfaltozó cipőjét. És felvette az aszfaltozó cipőjét. Na, a vonalban már aszfaltos Feri. Jó reggelt! Jó reggelt! Mindig van nálam egy aszfaltozó cipő, ezt jobb, ha tudjátok, és nem kengurubőrből van, hanem krokodilból az eredeti. János, nagyon sajnálom, hogy ezt nem vetted észre. Retett módon megkülönböztetve értem magam, mert mindenki zöld láthatósági mellényben van, és így csendesen nekem egyet idedobtak, hogy adjátok rá a hülyére azért a narancssárgát. Tehát én vagyok egyedül narancssárgában, a többiek zöldben, munkavédelmi kobakban vagyok, ami kötelező ugye az építési terület miatt. Na most csak annyit mondanék nektek, hogy kiszálltunk a taxi autóból, amely ugye légkondicionált, jobbra tőlünk egy búzamezőn aratnak, tehát az összes por fejva mindenfajta retek az ránk száll, és a tűző napon áll mindenki. Atya Isten. Úgyhogy így állunk. Akart-e rögtön tudni egy aszfalt hőmérsékletet, mert van egy aszfalt hőmérő. Hogyne, persze, mondjál fokokat, hát abból érezzük, hogy milyen meleg van ott. Következő a helyzet, az aszfalt terítési hőmérséklete 140 fok környékén működik. Na most ezt már leterítették ide nekem, hogy érezzem a jó hangulatot, és azt mondta itt a kollega úr, hogy rettenetesen sokat hűlt, tényleg ez már vérzi ki, hogy én csak 120 fokra jöttem ki. 120 fokos aszfalt mellett állok, én okosan hosszú farmerban vagyok, amin ugye, mint tudjuk, nem meleg, megdög lesz, a fölülről a nap süti a kobakot, ami a fejeden van, alulról pedig az aszfaltból gyakorlatilag ömlik. Ömlik a hőmérséklet, és jó nejlon mellény van rajta. Most ő magamhoz képest nyilván nagyon okos leszek, hát ott akkor nagyon komoly égési sérüléseket is össze lehet szedni. Ha például itt lefeküdnék ittasan, akkor igen, de ugye munka közben nem ittunk. De nem akarsz lefeküdni. De nem, eszembe se jut az aszfaltra lefeküdni, egy ilyen kis mi ez? Tömörítőgép? Vagy ez egy munkahenger, azt mondja. A patkahenger, vagy atka, ezt nem értem pontosan, ez megy mellettünk. Na most az az ember, aki ezen ül, ez egy nyitott szerkezet, tehát őt is felülről süti a nap, és ő így a 140 fokos aszfalt fölött, kérlek szépen, így okosan autózik. Embertelen körülmények vannak, árnyék sehol, illetve most egy kicsit, ha vissza tudnék menni, akkor egy felüljáró alá behúzódnék, de hát ők nyilván nem ott fognak aszfaltozni, hanem mennek szépen tovább, úgyhogy a tűző napon van mindenki. Nagyon. Itt van mellettem a projekt vezetője Juhász Sándor úr, akitől az első, rögtön az első kérdés, hogy van-e védőital? Tehát adtok-e valamit inni? Így van, van, ásványvízzel tudom szolgálni, szervusztok, üdvözlet a ezek kötelező elemei az építési területen annak, hogy az emberkéket úgymond ellássuk mindenféle védőanyaggal. Most valamit rosszabbul hallunk, Feri. Igen, mert a projektmenedzser úr úgy látszik, hogy átment valami közben. Volt ott egy döccenő. reméljük, hogy nincs komoly baj. Itt vagytok még? Itt vagyunk. Na most jobb. És átlagosan mennyi védőitalt fogyasztanak el a munkások egy nap? Mennyi védőitalt fogyasztanak el a munkások? Körülbelül egy nap 3-4 liter. 4 liter, de a kolléga, hogy mutatja mellettünk, hogy röspő igény volna, többre azt itt nem lehet. Várjatok, mert most pont egy gép van mellettünk, úgyhogy nem sokat hallunk benne, belőletek egy picit arrébb megyünk. Most jól hallunk egyébként. Jó, most jó, jó, most jó, most jó. Igen, csak pont mellettünk tömörítés folyik. Úgyhogy ez van, tehát 4 liter az, amit egy ilyen műszak alatt 8 órát dolgoztak, ugye? Sokkal többet. 10-11 órát, 12 órát is dolgoznak a fiúk. És az a tegnapi nap 39 fok volt, úgyhogy ez itt elég kemény a tűző napon ebbe a hőmérsékletbe, és ebben az időszakban ilyen volumenben. Ilyen óránként kötelezően kiadott vagy pihenő van? Pihenőidők vannak, igen, hogyha látok pihenő emberkéket könyökölni, ásolni, lapáton, bármint, azok akkor
azok az idők. Le lehet ülni a pihenőidőben? Le lehet ülni, le is kell, sőt árnyékba kell vonulni adott esetben. Szokott lenni napszúrás, azért beszélterületen védők alap, védőszalmak alap, egyéb fehér ruházat. Világos ruházat, ez kötelező. Aha. Atyaisten, szegények. Hát védőszalmak alap, tudod. Igen. Csak, ezt hallod. Kicsit gyulladásra belobbanhat. Gondoltuk, hogy kemény. Na, tudsz ott valamit csinálni, Feri? Hogy még egyszer a kérdés. Hogy tudsz-e valamit csinálni? Igen, igen. Aha. Igen, az a helyzet, hogy mellettünk van ugye az M0-as autóútnak a már működő szakasz, és itt komoly forgalom van, tehát azért nem hallunk néha, de most visszavettem a telefont. Hengerelni, a legnagyobb hengerelővel, őt szedjük ki, be fogok ülni egy hengerelőben. Aha, nyilván átgondolták, hogy mi az a munkafolyamat, amiben nem okozol akkora kárt, hogy ne tudják helyrehozni a mai során. Ha óvatosan ráhúznám a patkára a hengerelőgépet, jó napot, engedjen be kérem, üdvözlöm, ha behúznám a hengerelőgépet a patkára, és az M0-ás már működő szakaszára ráhajtani, szerintem marhára örülnének neki. Jó napot kívánok! Mi a maga neve? Pásztor János. János, nagyon jó, de van légkondicionáló? Nincsen. Nem lehet kérni. Az olyan, mint a BKK-út, gyerekek. Hát igen. De sem, vagy lehet, hogy van, de nem engedik. Meg ide leteszem a magamat. Mondom a felszereltséget, egy darab bontott sós mogyoró, az van, és vibrációs készülék. Na, hát Feri, menj be, próbáld ki, és csináljatok sok fotót, jó? Jó, fotózunk. Jó? Fotózunk, kérlek szépen, elindultunk hengerelni, nyitva vannak az ablakok, semmi levegő nincs a fülkében, és mi okosan kimegyünk a napra. Atyaisten, ügyes legyél, vigyázz magadra. Igen, jó? Is, valami, egy rozét azért ott vegyél magadhoz, te mindig megérzed, jórod van, megtalálod. Ha van ott egy üveg pia, azt megtalálod. Az biztos lehet benne, bármelyik kocsi. Ülés mögött, ott kereszt. Belső zseb. Ja, belső zsebben van. Maga iszik rendesen? Igen. Na, csak vicces. Hát, tudom én, nyilván a jó szaki az. A forró aszfalt még egyszer 120 fok, de terítésnél 140, ülünk fölötte és süti a nap a fülkét. Ez egy remek meló. Aki úgy érzi, hogy ilyen panaszkodni valója van, annak ajánlom, hogy jöjjön ki egy napra. Biztos, hogy nagyon kemény. Feri, vigyázz magadra! 10-ig ott kell lenned. Igenis. Dolgozzál. Sőt, akkor már lenyomok egy 12 órás műszakot. Persze! Ciao, köszi, beszéljünk, gyere majd, hello! Ciao, hello. Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Egy angliai asszony egyszer csak egy jó ötlettől vezérelve, vagy hát legalábbis azt gondolta, a családja szeme láttára lenyelt egy hátvakarót. És egészen különleges ez a jelenet, mert hogy a lánya feltette az internetre, megosztotta ugye a világhálón, és arról beszélgetünk majd, hogy szerintünk legalábbis minden családban megvan az az egy ember, aki ugye, ha összegyűlik a család születésnap, névnap, akkor előáll egy produkcióval, elmesél egy olyan történetet, csinál valami olyat, amit már mindenki ismer, mindenki tud, mindenki sokszor látott, de mégis minden egyes összejövetelkor ezt elsüti. Ugye, vannak ezek a típusú családtagok, akik valahogy megpróbálják feldobni a hangulatot, és bevetnek valamit, hogy a közösség jól szórakozzon. Ami egyben egyébként kicsit kínos, kellemetlen, zavarban vagy, hatszor hallottad, de ő nyomja rendületlenül minden karácsonykor, minden születésnapon. Így van, beszélgetünk. Ahogy ez az angliai asszony. Beszélgetünk egy kedves hallgatónkkal még az ünnepek előtt, aki elmondta, hogy az ő apósa például, vagy az édesapja, nem emlékszem már pontosan, minden karácsonykor előjön azzal, hogy előbb vagy utóbb eljön az a pillanat pontosabban, amikor szkanderozni akar. Na, ugye, hát ezek azok a pillanatok, igen, úgyhogy ezen családtagokat keressük, jó? Várjuk az SMS-eket ebben a témában, hogy ő miért nyelte le egyébként ezt a hátvakaró rudat, nem tudjuk, valószínű, hogy ő is ilyen családtag. Hát tudta, megmutatta ott a kislányának, hogy nézd kislányom, hogy figyelj. Hátvakaró rud, és le is nyelte. Igen, úgyhogy nem akármilyen teljesítmény, keressük tehát ezeket a családtagokat, jövünk majd az SMS-ekkel, Ákos, hírei után. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 8 óra múlt, pontosan 12 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello Feri, hello drága reggel. Hallgatók, itt vagyunk január, nem is tudom, január 7-én szerdán, így van, egy ilyen kis csendes januári napon, itt vagyunk és próbáljuk
tartani mindenkiben a lelket, aki belevetette magát a januárba és elkezdte a munkát. Még mindig azt tapasztaljuk, hogy kicsit kevesebben vannak az utakon, kevesebben vannak a mi hallgatóink, abból a szempontból legalábbis, hogy kevesebb SMS jön, már ami a közlekedési híreket illeti, és nincs nagy dugó, nincs nagy káosz sehol, vagy hát legalábbis mi nem tudunk róla, de mondjuk december elején ugyanilyenkor rengeteg üzenet jött, hogy hol, mekkora baleset, mekkora dugó, mennyi trafipax, ahhoz képest csend és nyugalom. Így van. Bár trafipaxból nyilván ebben az évben is lesz elég. Hétfőn hallottuk, hogy megint bevásároltak belőle. Szerintem, ha van egy olyan kimutatás, hogy melyik az az ország, ahol az egyfőre eső trafipaxok a száma a legnagyobb, hát az... Azok az, hogy mi vagyunk. Igen, foglalkozunk is majd a témával a héten, mert állítólag ez a trafi, ez valami nagyon high-tech trafi lesz. És megszólaltatunk. Igen, valakit az ORFK-tól, holnap vagy holnap után pont ez lesz az egyik témánk. Már a helyben le is vonja menet közben a bankkártyádról. Így és le is csuk, hogyha olyat csinál. Igen, de, azt is de oda tudsz menni PayPal-lal fizetni, és akkor tudod, hogy gyorsan mentél, csak az út végén lesz egy PayPal, ott lehúzod saját magadnak, ha érzed, hogy kicsit gyorsabb voltál. Mit akartál mondani? Biztonsági övet mér. Nem sebességet mér, hanem biztonsági övet. Van-e rajtad? Azt nem tudom, hogy csinálja, de igen. Uh-huh. Megmondja, volt rajtad, vagy nem volt. Tehát már ez a keresztbe sávos póló, az már nem fog működni. Fekete pólón fekete öv, az mondjuk cukros, tehát hogy azt ott hogy fogjuk igen, italálni. De pólón fekete öv, az lehet, hogy látja, vagy nem látja. Hát, nem tudom. Igen. Figyelik ezek a trafipax gépek, figyelik majd, ha minden igaz, a szabálytalan sávváltást, figyelik a biztonsági uh-huh. övet, figyelik, hogy te mész-e buszsávban, amit elvileg most is figyelnek, csak nem tudom, hogy valójában vannak-e. És ezek ilyen telepített, ilyen dobozosok lesznek, vagy pedig autóban? Mert akkor nyilván, hogy ha például autósok lesznek, akkor valószínűleg ébren tartják majd a rendőreit is, nem? Ez egy jó kérdés. Igen. Ezt nem tudom, de pontosan ennek szeretnénk majd utána járni holnap vagy holnap után. Az ORFK-tól mostanában nem könnyű valakit megszólaltatni, de reméljük, hogy ez nekik egy pozitív hír, és ebben szívesen nyilatkozni. Forgadalom. Már a múlt évben is nehéz volt őket megszólaltatni, de hát ha majd most nyilatkoznak, hogy elmondják nekünk, hogy mégis mire számíthatunk. Úgyhogy, hát jönnek ezek az új trafik, igen. Aki nincs bekötve, aki gyorsan megy, gyerekek. Muszáj, trend lesz és fegyel. Rezső, megint telefonáltak a Morning Show-tól. Hallod? Valakinek meg kéne szólalni. Nem, én most nem érek rá. Ki kell mennem, ha Rion a kocsival. Nem csodálom, hogy ezután nem akarnak velünk szóba állni. Hát cáfoljanak rá. Beszélni fognak. Remélem. Persze, nem jó indulaton akarjuk őket felhívni, csak hogy mondják el. Egyébként gyerekek, aki szabályosan megy, aki beköti magát, annak nincs félnivalója. Szóval, hogy tessék szabályosan közlekedni, bekötni magunkat, nem meghaladni a sebesség határt, és nincs félnivaló. Te kérdezted a múltkor, hol lehet bontott rover izét kapni, amit csak bedugsz, hogy hívják be a csatot. Az mindegyik ugyanolyan. De az nem kell rover, az mindegyik ugyanolyan. Az bontóba bemész, és bármelyiket be tudod dugni. De azt is ki fogják szúrni egyébként. De majd elmondja az, aki nyilatkozni fog. Ez egész biztos, mert ott valaki valahogy mindig beszél. Hozzátok a telefonkönyvet, az nem van nyomon. Fognak nyilatkozni. Emete 145-ös kilométernél van egy trafi, ezt Gábor küldte nekünk. Trafi a Kőbányai úton és BKV ellenőr a 9-es buszon. Na, ez is nagyon-nagyon fontos. Aztán a 60-i vonalon is 20-30 percet késnek a vonatok. A MÁV ügyfélszolgálat csodálkozott, amikor rákérdeztem a késés okára, mert ők ezt nem tudták, bár ellenben hivatkoztak egy új rendszer bevezetésére. Kérdeztem holnap, mi lesz, mert tegnap is késett. Próbáljak egy korábbi vonattal utazni. Ez volt a válasz. Tök jó. Szemtelen. Picit, nem? Uram, hát induljon egy kicsit korábban, igen. 17. kerület, a Pesti úton a központtól kifelé vezető részen BKK-s autóból kameráznak. Nem tudom, hogy sebességet mérnek-e vagy sem, de ott vannak. Ezt Alpár küldte nekünk, valamint mérnek Balaton keresztül belterületén, a vasúti átjárónál piros kombi Oktáviából. Ezt Deni küldte nekünk. Szóval a túlzás, hogy trafik nincsenek. Trafik vannak, dugó nincs, de trafik vannak. Na, egy érdekes témával foglalkozunk most így 8 óra után, méghozzá keressük az önjelölt őrülteket a családban, vagy a családon belül, ugyanis hát szerintem mindenkinek van a rokonságában legalább egy olyan ember, aki ha családi összejövetel van, karácsony van, születésnap van, névnapi köszöntés, előáll egy bizonyos produkcióval, és először 50-szer, 100-szor elmondja, megcsinálja, megteszi, elmeséli. Ugye? Hát ez minden családban van, mert hogy egy angliai asszony a családja szeme láttára lenyelt egy hátvakarót. A nő egész egyszerűen döbbenetes egyébként. Én nem tudom, hogy ő erre mikor jött rá. Vagy
vagy ő ezt már tudta magáról, hogy ő ilyen dolgokat képes? Hát hirtelen csak úgy nem ugrik be szerintem az embernek, vagy szerintem kis kanál, nagy kanál. Biztos vagyok benne. Ez a klasszik hátvakar, aminek egy kéz van a végén, ilyen behajlított ujjakkal. Ez egy abszolút klasszik hátvakar, igen, mutatom a videót, a nő az egész egyszerűen zseniális. Itt ide egy hallgató, hogy kérdés, hogy mi volt a mondat, amikor megtette, hogy azt mondta, hogy na nézd, apád miért jött hozzá. Elfogyott a puncs, a beigéből sincsen már elég. A lány a szeme láttára ládásul, na most ha nem tudom, hát én nem Jézus. Vagyok azért annyira, nem is tudom micsoda, de hogy azért így a lányod szeme láttára nem biztos, hogy lenyelsz egy hátvakarot, mondjuk a lányod 10 éves, hát nem? Hát kinek mutatod meg először, csak családban, nem? És hogy tetszik a produkció, aztán irány, nagy színpad. Igen, egy nagy darab szőke hölgyet látunk ezen a videón, aki mosolyogva vagy vicsorogva, ezt nem tudjuk eldönteni, támaszkodik egy asztalra. Na most vannak, tudjátok, azok a kamu kardnyelők, akik úgy nyelik le a kardot, hogy közben a kard összemegy a szájában, tudod, a 8-ból 8 fakír az nagyjából így nyel kardot. Hogy van egy műanyag kard, ami egyre kisebb lesz, lenyel, és hogy húzza ki a kard újra hosszú. A legnagyobb átverés. Hát, vagy csak ti nem vagy... jártok túl színvonalos előadáson. Én már azért láttam olyat, aki elkészített, de hogy nem. Lenyeli, hogy nyel egy széles pengélyű kardot? Lenyeli, hát ez egy külön művészet, ezt lehet gyakorolni, nem persze. Az Indiából származik a hírek szerint, és hogy van ilyen. Én láttam már olyat. Megőzöl itt a Lőrinci vándorcirkuszra, érted? Hát megfogtad, ott ült egy 8-es, megfogtad. Nézd, Janika, nézd, apa, nézd, lenyeli a kardot, fogta, és bedugta a mögé, és mi hirtelen látod a vállánál megjelenni a kardot, tehát, hogy látták komoly produkciót. Nem a vállánál, a két lapockája között jött, és nagyon mérte. Igen. Na, de nézzétek meg ezt a nőt, mert szerintem ő igazából lenyeli. Nem követendő példa, senki nem próbálja ki, nem is azért beszélünk erről, tehát tényleg ne csináljátok. Egyszerűen csak maga a dolog érdekes, hogy jut eszébe egy nőnek, egy teljesen hétköznapi háziasszonynak, otthon, hogy lenyeljen egy hátvakarót. Most mindegy is, hogy mit mond, ugye elindul a videó, nagyra nyitja a száját, papa erre ugye azért nyilván büszke, és eltűnik benne a hátvakaró. Hát a papa örül, igen, de... Aha. Tehát, és nem mellé dugja, nem maga mögé dugja, nem az a trükk van, hogy oldalról látod, és úgy tűnik, ráfekszik már. Ez nagyon jó. Ráfekszik a konyha asztalra, háttal, tehát a tarkója van a konyha asztalon, és folyamatosan tolja magába a hátvakarót. Na, ez az a pillanat, ahol lebukott. Na most aztán bébukott. Nézd már meg, hát nem egyenes a teste. Ahhoz képest így áll a test, és így tolja magába. Vagy ez egy ilyen flexibilis hátvakaró? Az, ez egy ilyen rugalmas hátvakaró. És közben mutogat. Figyelj! Tehát magatok elé képzeltek egy Tracy kinézetű csajt, ami Tracy nézett így ki, igen. Ugye? Vagy néz ki most vagy is, ugye régebben megszólal. Valamit ő folyamatosan mutogat, hogy mit vegye. Hogy levegőt. Ki, húzzátok ki. Hogy fölfele, valaki húzza már fölfele. Segítsetek, húzzátok ki. És a lánya rendületlenül videózza, de valószínű, azt nézem, hogy nem először történik, mert a lány nem esik kétségbe. Tehát a nő mutogat, kalimpál, valamit próbál jelezni a lányának, a lány meg teljesen hát, egykedvűen videózza. Hát vagy ez nem a lány, és akkor már a statív is mozog. Mert hogy egyébként lehet, hogy fixre van véve a kamera, és hogyha megfigyeljétek, amúgy középen lehet csak látni, a képnek a két széle az valamiért le van fedve. Én hát, nem tudom, hogy ott mi történik abban a pillanatban. Álló videót csinál. Ja, ott nagypapa, nagypapa szöges ágyon fekszik. Igen, ott valaki térben nyúzza. Ott valaki szöges ágyra feküdt. Tehát gyerekek, most komolyan mondom, tehát tényleg senki ne próbálja ki, ne csináljátok, fiatalok hallgatnak bennünket, ne kövessétek, jó? Tehát nem azért beszélünk róla, de komolyan elmennék egy ilyen családhoz karácsonyozni. Tehát náluk ez így vagyok, tehát náluk, ha ez egy szimpla kedd délután, tehát mi van karácsonykor? Mi van egy születésnapon, ha ez egy kedd délután történt? Én konkrétan érted? Én így vagyok, náluk csak olyan volt, hogy nézd, házi szilva, 2 deci, 1 húzóra. Oh. Érted, ebből sok. Tudod, mi van a két letakart oldalon? Azok a családtagok, akiknek nem sikerült. Ja, tényleg. Egyébként igen. Akiknek nem jött össze, igen. De elmondta a nő előtte, hogy na nézd, a pár is ezt szeret. A pár is azért jött hozzám. Szóval nálatok volt a családban ilyen önjelölt, én nem is tudom, bohóc, kicsit bolond, őrült, aki vagy sztorizott, és mindig ugyanazt, és te etted a levest, és tudtad, hogy 26 óra jön, és azt is tudtad, hogy egy adott pillanaton jön elő azzal a történettel. Vagy produkciózott, vagy bemutatott valamit, vagy szavalni kezdett. Mindenhol van egy ilyen őrült, após, anyós, nagypapa, nagymama, szülő esetleg, nem? Nálunk a születésnapok egyik legszebb pillanata az volt. Gyerekként, ami kicsi voltál? Kicsi voltam, amikor az egyik rokon
azt a dolgot szerette volna bemutatni, ez 10 éven keresztül minden szülinapkor az ő szülinapján meg kellett volna nézzük, akkor délután 3-kor érkezett meg az a pillanat, hogy na most figyeljetek, unikum, kicsi pohár, feles pohár, figyeljé, fölteszem ide az orrom végére, és már azt mondtuk, hogy nem fog megállni, fölteszem az orrom végére, meglököm az orrommal, és bekapom. Ki volt ez a szerencsés? Engedjük el. Mert kicsit lapos volt az orra, tehát én föltette az unikumos parrat, meglökte az orrával, és hogy az majd befordul a szájába, és ő úgy issza meg. 10 évvel, tehát egyszer se sikerült, elérkezett a 11. év, amikor az volt, hogy na most figyeljé, üresen fölteszem a poharat, megállítom, önstele, azt úgy fogom majd bele. És mondtuk, hogy Zoli bácsi, ne, tényleg ne. És 13 éven keresztül minden egyes rohadt évben ezt a trükköt próbáltuk megnézni, vagy mi néztük is, de soha egyetlen egy alkalmas. Ha valaki később a családtagok közül, az meg úgy jött, hogy Zoli bácsi, unikumus trükk meg volt már. Nem, azt meg kellett várni. Figyelj, fölteszem a poharat, na, meglököm az orrommal, figyelj, most sikerülni fog, gyakoroltam. És soha. És mindig 13 év, és a 10. évben kellemetlenül érzed magad, tudod, hogy jön, a család felsóhajt, amikor túl van rajta, ugye? Jó, tehát, hogy nem sikerült megint. Igen. Ezért jó, ha minden évben születik egy gyerek, mert mindig van legalább egy új réteg, akit megtalálhat, akit érdekelhet. Én például azt értem, hogy jön rá egy ilyen nő, hogy ő ezt meg tudja csinálni. Tehát látok egy hátvakarót, nem érzek ellenállhatatlan ingert, hogy lenyeljen. Vagy viszket a torkod? Vagy tehát egy félrenyelz, és kerehíg a gyomrot, és keresel valami beesett. Tehát, hogy hogy jössz rá egy ilyen képességedre? Hogy te a lányod előtt le tudsz nyelni egy hátvakarót. Tehát meglátod? Vagy látsz egy hosszabb cipőkanal alatt, és azon elkezdesz kísérletezni rá, és hogy megy a cipőkanál, akkor megy a hátvakaró is? Vagy hogy mit tudom, hogy jössz erre rá? Hát valamit keresett a gyomrába, ki akarta szedni belőle, az nem lehet, hogy mit tudom én, érted? Nézd már csirkepörkölt, de te akarod menni az ajtón, érted, ott volt a kezében a kulcsom, de jött egy bejövő hívás, és a szájából vette a kulcsot, és elkezdte keresni a telefon. Utána lenyelte az izét, lenyelte a kulcsomot, és ott a hátvakaróban megpróbálta kihúzni. És a lány mondta, hogy vedd föl kis lányom, ez nem követendő példa, igen. Kazi azt írta, azt mondta a nő a lányának, fiatalkoromban csináltam dolgokat, amire nem vagyok büszke. Igen, és még eddig a gyomromban van. És lenyelte a hátvakarót. Nálatok valami önkéntes, valami Lőrinci presszóban, valahol családi összejövetelen? Ja, nem, nálunk csak az erő... Szavalás, pohárevés, bármi, mindig, ami... Mindig az erőművészkedések, illetve a... Az erőművészkedés, hogy valaki belenyomott a kis ágyba? Le tudok vele googolni, és fel tudok vele állni, és nem mindig sikerült vele felállni, tehát egy ez volt a jó, tudod, hogy ezért rakja még rá, fel tudok vele állni, és akkor egy balra el. De ez nyomorult, de ez annyira nyomorult. Ne, vicces egy szórakoztató, persze, de hogy közben... Volt, az volt, csak olyankor volt gáz, amikor szegény anyámat is belekeverte a pánt. Na, ülj föl a hátamra! Nem, hogy úgy alázta meg a haverét, és azt mondta, hogy ezt meg Ica is megcsinálja. És jönni kellett anyukádnak megcsinálni? Igen. És felpakolták, de... Rápakolták édesanyjára a súlyokat, és fel kellett felállni. És mit tettek rá, egy rudat, egy fekvegyomó rudat? Egy rendes, vagy egy gungoló rudat, egy kétkezes súlyruda. És felrakott rá 50 kilót a pár, és anyám legyukolt, és felállt vele. Viszem el. Neked a nappali közepén anyádat googoltatták egy ízé súlyzó rudat, nem áll. És az volt a ciki, hogy a kocsikísérő haveré nem tudták megcsinálni. És anyám belegugolt. És anyám meg lement, meggugolt a szemfölmet, és főzött tovább. De úgy simán semmi megy, egy mácsába guggolt bele, vagy egy 50-esbe beleguggolt? Simán. Mama, azért az... Beleguggolt, fölment, aztán kavargatta tovább a rántást. És te közben ott tologattad a kis lepkédet, és gondoltad, hogy a családod ilyen? Apám úgy tudott alázni, hogy senki. De jött az a pillanat, hogy Jamos Janika, te mutasd meg. Jóskat, annyira gyenge, jó, még az Ica is megcsinálj. Itt gyere már le. Simán megcsináltatta vele. Körülbelül egyébként ez egy ilyen... fiatalok voltak, bohéma. De nem képzel, elképzelek, én akkor mindig téged látlak gyerekként. Tehát ez ilyen történet, ha valaki elmesél, én mindig a gyerekre gondolok, hogy ő vajon mire gondolt, hogy ült a kis Janika, a kis, mit tudom, mint cumiával, 6 évesen. Ne, ott állt a rövid nadrágban, és majd szolgattam egy nagy lekváros kenyeret, és tök büszke voltam anyám. Igen, megvan a kép. Kis fehér zokni, szandál rajta, a kis kék adidas, vagy ilyen kis rövid, nejló rövid nadrág, egy fehér pulló, amit lehettél, és egy óriási kis pantallóba, igen. és volt hogy ő az én muterom, ő az én muterom. Magyar Vöröskeresztnek alatt egy fővárosi gyógyszertári központ. Ilyenek voltak ott, meg másik oldalon pedig egy kiváló dolgozó csillag. Igen. Tehát a mamának a referencia videója nem rossz. Tehát ha esetleg elválnak, és akkor felkerül egy randi oldalra, nem, azért azt gondolom, hogy ez a fajta videó ezzel azért így pillanatok alatt. Hát mennyi tűnt el benne? Jellemzés. Egy méter. 49 éves, szeretek főzni,
és egy videót be. és linkelsz egy videót, és abszolút megvagy. Mariana, árok, jeligére várunk. Igen. Na, nézzük a hallgatóinkat, ugye azt kértük tőletek, drága Morning Show hallgatók, hogy írjatok nekünk olyan családtagokat, akik szeretnek szerepelni, és különböző kúsztokat csinálnak különböző összejöveteleken, legyen szó tényleg szülőnapról, karácsonykor, bármikor, amikor kettőnél többen vagytok, úgy érzik, hogy elő kell állni azzal a trükkel, amit még nem csináltak meg, vagy már százszor megcsinálták. Nálunk a nagybátyám játszik minden lagzin légzongorán. Légzongorán. Hát Jópár Pálinka után. Ez magáról nem tud. Ez a léggitárnak a komoly zenei megfelelője. Légy van a légzongora. De valószínűleg játszik a zenekar. Játsza ugye a kis mulatos dalokat, és és utána tolja. Igen. Aposom üvegpohár, hamutál, váza. Figyeld. Minden összejövetelen. Ami a kezébe kerül, azt megeszi. Nem. Tegyetek ki fényvázát. Láttam ilyen talpon állóban üvegpoharra tenni ember. Tehát az a típusú ember, aki megvárja, amíg sokan vannak, fejével összetöri az üvegpoharat, kér egy szalvétát a kezébe, tör egyet a fejével, kicsit megvágja a fejét, kicsit vérzik a fejem, és Sanyi, itt már mindenki ráfér, Sanyi ne csinál, Sanyi hagyd abba, megint el meg a por. Ha finom, ez nincsenek baja. És a vékony talpas poharat, tudod, amiben mit tudom, üdítőt töltenek, az a kicsi vékony, az jó ízűen elfogyasztja. Egy méterről láttam, nem hittem el. És utána nem pedig hittem el, hogy erre ember képes. Pálékat. Nem, és nem tudom, hogy mondta, hogy adjon már valamit vele tudom folytani, és akkor kapott, mit tudom én, nem egy tudom. Egy fél pálinkát, meg egy házmesterfröccsöt is kész. Mert azt mondja, és minden összejövetelen. Meg tudod emészteni. De Sanyi megevett egy üvegporrat. A szádat, azt simán el tudod vele vágni. Persze, és ebben benne van az, hogy kicsit a kezed, kicsit a szád, tehát az egész valahol egyébként nagyon nyomorult, hogy te ezt végignézed. A szádsanyja, bucsuk, borostam. És tudják, hogy Sanyi elérte azt a maligán fokat, ahol megeszik egy poharat. És már szóltak neki, hogy Sanyi, ma ne. És szólt a presszós lány, a kislány, hogy fogynak az üvegporak. Legyen szíves, ne egyen meg ma megint egy poharat. Mondta, Sanyi készülsz berúgni. Sanyi készülsz berúgni, ne edd meg. És megeszi. Megeszi. Ez a Bölcsi utcában van egy nagyon kis kedves presszó, látogatok meg, nagyon tanulságos hely egyébként. A 14. kerületben, hát ott szép dolgok de történnek. De mondjuk mokkásporra tevet már. Nem mindig csak ezeket a régi, a vékony, tudod, vékonyfalú talpas, igen. A legklasszikusabb, és a talpas sose ette meg, mert az egy kicsit mindig vastagabb volt. De csak a szárát meghagyta, mi? Megmaradt a szára, igen. De érek többen is, apám minden lagziban megeszik egy üvegporrat. Tehát ez nem egy egyéni produkció, ezt azért így sokan csinálják. De hogy nem jó húsleves, és akkor áttérsz rá, vagy hogy? Eszedbe jutna poharra tenni. Apámnak minden... Hát. Apámnak minden karácsonykor meg kell húzni az ujját. Azért ez is nyomorult. Minden karácsonykor meg kell húzni az ujját. Ne. Na és mi jön belőle? Hát mit mondjak, rohadt nagy mutatvány. Ja. Már unokái vannak, most velük produkáltatja magát. Becsülöm, hogy kitartó az öreg. Tudod, amikor a gyerekek unják, akkor a 6 éves Pistike még örömmel húzza meg. Hát ha meg is gyújtják, akkor izgalmas. Izgalmasabb. Lopakodok a nagypapa mögé egy öngyújtóval, igen. Az aposom pártitkár volt, már 25 éve nyugdíjas, de minden családi összejövetelen mond beszédet, amely így kezdődik. Kedves elvtársak és elvtársnők. Az aranyos. Ezt Edi küldte nekünk. Nagyapám mindig elmesélte, hogy dugta vissza a babát az anyjába, illetve az anyába, amikor mentős volt, hogy a kórházba szülesse meg, ne a mentőbe, ezt minden összejövetelen elmesélte. Zaporozsec írta nekünk. Az ötödszörre már ezt a sztorit is unod, nem? Hát én nem unnám. Azért ez elég izgalmasan hangzik. Apukám minden családi összejövetelen előadja a japán számolási tudását, pedig nem is tud japánul. És ez mindig ugyanúgy kezdődik. Na! Tudjátok is, hogy van a 10 japánul? És minden évben ugyanígy megy a sztori, fogadjunk. Hát tudjátok, hogy számolnak a japók, nem mondom. Fá, figyeljél! Ichini, Sarashi, Kokoruku, Chokoruku. Hát mondjuk, ha így mondja, az tényleg nagyon kellemetlen, de valószínűleg nagyjából így mondja. Igen. Na, van egy hallgatónk, itt van a vonalban. Halló, jó reggelt! Sziasztok, hello, Rita vagyok. Hello, Rita. Na, nálatok ki az önjelölt mókamester, aki minden egyes összejövetelen mókázik? A papa. Papa? Kizárólag a papa, igen. A papa az nagypapát vagy apukát jelent jelen esetben? Nekem apuka. Apuka. A papa, és ő nagyon szeret karatézni, mikor jaj, már jó hangzik. Várjál, tud is? Vagy hát tanítani a fiúkat. Nem tud. Nem tud, hogy fújtemet valamikor, de karatézni azt nem tud.
Aha. Sok ilyen típusú filmet nézett már meg, Chuck Norris és társaim. Ja, hogy a papa egy ilyen önjelölt karatemester, soha egyetlen edzése nem volt lenn, de úgy érzi, hogy minden tud. Na, és mit csinál, vagy mivel fáraszt benneteken? Csak a picike spicces, akkor odahívja a fiaimat, és akkor hát zsibbe. És akkor a fiúknak be kell állni, és tanítja őket karatézni. Atya, és srácok mit szólnak ez, hogy csinálják lelkesen? Hát egy darabig csinálták, és már mondták, hogy most már mondják, hogy papa, menj aludni. Aha, tehát a gyerekek finoman menekülnek tőle. Igen, de most már van utánpótlás, van egy pici unoka is, úgyhogy ő még ezen előtte van. Igen, az a baj az ilyen önjelölt embereknél, hogy mindig felbukkan egy fiatal, akinek ez új, és akinél ők úgy érezhetik, hogy ezt be lehet dobni. Igen. Mert hogy még nem látta, ugye? És meg tudom mutatni. Már várom ezt a pillanatot. De most szombaton díszlovágás lesz, úgyhogy... Biztos, hogy lesz megint. Folytatódik a Karate Akadémia 8. Ugye, és ti már mondtátok neki, hogy ne csináld papa, vagy ez kellemetlen, vagy hagyd a srácokat, ők ezt unják, nem akarnak karatézni. Azért aranyos. Mi jót tudunk rendelülni. Aha, tehát nem, finoman nem mondtátok neki, hogy ezt ne csinálják. Nem. Uh-huh. Amikor a férjed először látta ezt a produkciót, mert ugye te nyilván gyerekkorod óta kapod ugyanezt, hogy na, akkor kislányom Hajime. Amikor a férjedet először bemutattad, és az első ilyen ünnepen a papa mondta, hogy na, akkor most ezt megmutatom, mit szólt hozzá? A férjem szerencsére simulasabb családunkba, tehát ő sem teljesen normális. Ja, úgy könnyű. Ő balettozik. Nem balettozik, hárfázik. De minden karácsonykor. Az nagyon szép. Igen. Oké, köszi, hogy elmondtad, Rita. Csáó, szép napot neked. Hello. Szép napot, hello. Itt van velünk Laca. Hello, Laca, jó reggel. Csáó, sziasztok. Hello. Szia. Na, neked is van egy barátod, akinek van egy nagypapája. Ja, igen, Szegeden érdekélnek, és kitalálta az öreg, hogy készülget a halálra, de kicsit viccesen, és ő 80 után fabrikált magának egy koporsót, de fabrikált magának ilyen fejédeszkákban egy ilyen koporsót, de hogy egész jó, én láttam képet róla, és a szüli napján mindig egy olyan délután körül, mikor érkezik a vendégsereg, unokák, mi egymás, akkor ő kikészíti a nappaliba, felcítelik. Felhozza a nappaliba, tehát valahol tárolja és oda viszi a nappaliba. Ja, a tető az nincs rajta, tehát lehet látni, és halálosan komolyan eljátsza az öreg, hogy milyen lehet majd akkor, ha ott állnak az emberek, és most azt is kitalálta. Ja, van egy unoka, akit a fia rávett, hogy ha már virágot visznek, dobják is rá, és most kitalálta, hogy a boldog szülinap helyett, esetleg mehetne ez a temetési valami, így rátuningolva erre is. Figyelj, és abszolút, tehát egészséges, lehet vele beszélgetni, elmondja, hogy miért csinálja, igen? Ne, ő csak azért, hogy szokja. Aha. Hát ez szenzációs. És hogy kell elképzelni, hogy megérkeztek, vagy a barátod, amikor megérkezik a családi összejövetele, papa már ott fekszik, vagy belemászik mindenki szeme láttára, és megmutatja, hogy majd milyen lesz, amikor ő... Nem, ő úgy szokta csinálni, úgy szereti, ő már előkészülve várja úgy abba a pozícióba többieket. Nagyon jó. És igazából nem is lehet tudni, hogy valóban megtörtént a szomorú eset, vagy pedig... De várj, azt képzeld el, hogy te mondjuk egy lány vagy, egy olyan csaj, aki elkezd járni azzal a sráccal, akinek ugye az apukája vagy a nagypapája, és megérkezett, teljesen ártatlan, hogy ilyen családi rendezés, és azt látod, hogy egy nagypapa tök fekszik jó. Egy koporsóba a nagyszoba közepén. Hadd mutassam be a nagypapámat. Papa, kelj már föl, hogy nem hiszem. Tehát inkább az mehet, hogy maradj csőben, semmit nem mondjál, csak tedd rá a virágot. És tényleg rá kellett dobni a virágot is, amikor mentetek, vagy amikor ők mentek? Az egyik is csávó rádobta, de én azt javasoltam olyanéknak, hogy lehet, hogy meg kéne viccelni az öreget, én ott előtte játszanék el egy szívinfarktus, mintha éhalnék meg, és arra mit reagál majd a koporsóból az öreg. Felküldj be, fiam, helyettem neked, egy, más egy, kell. Igen, egy gyors csere. És mit mondta, hogy miért csinálja valóban azért, amit mondtál, hogy ő felkészül erre, vagy ő így próbál ezt erre rákészülni, vagy oldani nyilván a szorongását, és humorizál, ugye? Szerintem humorosan ez nyilván valami kis hóbort a részéről, de nem elmebeteg, tehát képben van az öreg. És hol tartja a koporsót? Lent a pincében. És ő ezt egyedül fölviszi a lakásba? Nem nehéz, nem egy nagyon komoly robosztus dologra kell gondolni, de az alakja lekente, leszínezte, tehát szép igazából. Atyaisten, hát ez... De ez tök jó, mert valahogy előkészíti a családot, és aztán nem lesz akkora dráma, amikor sajnos bekövetkezik, mert előbb-utóbb ugye befog mégis.
De ez nagy arc. Szerintem az is vicces lesz. Ez nagy arcra val. Figyelj, és te voltál ott, láttad, vagy ez csak fotón sikerült, vagy te részt vettél egy ilyen, és ott voltál tényleg? Nem volt szerencsém személyesen látni, csak mesélték a barátok, meg egy fotót kaptam telefonon keresztül, hogy ez tényleg igaz. Hogy ott fekszik. Én nagyon jó fej. Aha, és föl is öltözik? Tehát szépen öltönybe öltözik, vagy csak így a melegítőbe beugrik a koposa, vagy megadja a módját, és fölöltözik rendesen. Én úgy láttam, hogy öltönybe van, de amúgy is abba szokott, részt venni. Esetleg el lehet menni úgy, hogy mindenki menjen feketébe mondjuk a születésnapjára, ha már... Aha. Papa nagyon kemény, a születésnapján befekszik egy koporsóba. Annyira ez kemény. Hát ehhez képest igen, Laca, gondolom nálatok normálisan zajlik egy születésnap, tehát ez nagyon überelni nem lehet. Nem, általában nekem. Nyilván ez egy család is kell, aki ezt így végig asszisztálja, de nálunk nincsenek ilyen. Tényleg senki nem volt, aki az öregnek azt mondja, hogy papa nem áll. De, szerintem egy idő után már az, hogy papa másszom. Papa másszom már ki, legyen szíves, hogy papa másszom már ki a koporsóba. Hatodszóra már nem lepődsz meg, nem? Ha mondod, hogy papa, gyere már ki a koporsóba, léci, újak még a vendégek. Hát. Vagy lehet, hogy rá kéne gyártani egy hozzávaló tetőt, és gyorsan rácsögelni, amikor betegszik. Hát ennyi év után már lehet, hogy azon csodálkoznának, hogyha nem lenne koporsó. Mi történt, papa, beteg? Egyébként igen. Hát ez szenzációs történet. Laca, köszi, hogy elmondtad nekünk. Vigyázz magadra, ciao. Szép napot, ciao. Hello. Hát én őt imádom. Hát nagyon morbid, de nagyon szeretem. Nagyon szórakoztató. Nagy családi összejövetelekkor tata feláll, most nem tudom, mit jelent, hogy tata, tehát nagypapa vagy papa, felállt, és mindenki szeme láttára elkezdi szürcsölni a tepsiből az oldalzsírt. Azt mondja mindig, hogy azért iszik bele, mert azt hiszi, hogy te a... Nyilván azt szereti. Hát, na. Én az ilyen összejöveteleket imádom. És tehát én azt hittem, az én családom elég volok 24-én, de azért ez szenzációs. Papa, tegye le a tepsi. Au, na mindegy, hadd igyál most. És papa szürcsöli az oldalzsírt a tepsiből. Szenzációs. Nagyon jó. Nagypapámat látogatva mindig öcsémmel meg kellett hallgatnia, hogy szintetizátorozik, pedig nem tudott. A billentyűk sorrendje fel volt írva. Nagymama mindig kényszerített, hogy tapsoljunk. Milyen frusztrált gyerekkor? Tapsoljatok, hogy őrjön. Öcséddel is nézd. Tapsoljatok, mert akkor nekem hónap megint hallgatni kell, hogy gyakorol. Úristen! Nagymamám évekig néptáncolt, minden összejövetelen előadott valami. Ahogy idősödött, már anyámnak kellett, később nekem. A gáz most, hogy a fiammal produkáltatja magát. Már kitagadta az örökségből, ezt Évi küldte nekünk. Atyaisten, milyen esemesek. Úristen. Nagybátyám, nyugodjon békében, bérház harmadik emelet este 11 után. Ő építette a templomi orgonát, a saját maga által épített templomi orgonán 2 liter bor után nekiállt klasszikusokat játszani. Lebeszélni nem lehetett, a szemközti házban is hallották, szomszéd másnap kérdezte, még nem sikerült eladni? Atyaisten, nagyon jó SMS-ek vannak egyébként. Nagybátyám minden családi összejövetelen Bruce Lee-nak képzeli magát, és mindig... vagy létrán akar átugrani, vagy... Mindenkit magára hív, ez a jó numa. Mindenkit magára hív. Magára hív. Mondván, hogy fiatal korában 20 emberrel felrekedett, és Bruce Lee hangok jönnek ki belőle. De ez a küzdősport, ez miért ilyen központi? Olyan hangot ad, mint amikor a macskák bagzanak. Azért az megvan, amikor azt mondja, jó, igen, és most mindenki. Családi összejöveten állsz egy kis virággal, egy kis borral, nem tudom, öltömény, és egyszer csak valaki igen, megvan. Na, gyere, kocs, gyere, hala, mozog, já, hello, próbálj meg, hopp, hopp. És akkor ilyenkor mondja, hogy egyet üts. Figyelt, én ilyen lányra randiztam volna 20 éves koromban, figyelj, elveszlek. Úr, a családoddal együtt, gyere. Igen. Én ezt imádnám, azért egy nagypapa etvés, hogy neki áll brúszlizni, nem mondta, hogy nem minden jó család. Minden évet csinálja? Igen, jó, oké. Okay. Hozzád megyek, elveszlek. Feleség. Akarom. Magára hívja. Figyelj, vannak még durák. Aposom, minden összejövetelen előadja, hogy hogy vitték el a fogait az UFO-k. Ő a mi emberünk. Hát én ezt imádom. Hát gyerekek, nagyon beteg esemesek vannak. Kamilla, de nagyon fura. Azért, amikor 6-szor meghallgattad, hogy... Én úgy tudtam, hogy a Patakinak fia van. Igen. Atya, úristen. Apám nem professzor, és nem is doki, de minden családi összejövetelen specialistaként tud 20-25 percet mesélni az aranyeréről. Ja. Majd 25 perc után szigorúan tanácsot ad. Tehát 25 percig mesél, na, utána jó, tanácsot ad, hogy mi történjen.
Anyukám minden családi összejövetelkor, ezt lehet, hogy már ezt olvastuk, már nem most egy korábbi adásban, az SMS ismerős, anyukám minden családi összejövetelkor bizonyos mennyiségű ital után elkezd, anyukám, elkezd szkanderezni. Természetesen férfiakkal, és még el nem tört, míg el nem tört a könyöke. Igen, mert ideig hagyod magad, de aztán azért jó, elég, mert puf. Gyerekek, mindig a gyerekek helyzetébe gondoljunk bele, tehát amikor a részeg anyádat látod szkanderozni a konyhapulton, szerintem azért ott van. Azért az egy komoly sok a gyereknek, nem? És gondolom, jöhetett a májérkedés mellé, és utána valamelyik férfi megunta. Hát jó, akkor bele. Igen, nem tudom, hogy igaz az SMS morbid, de nagyon kemény. Kolléganő mesélte, hogy a keresztapja úgy halt meg egy közös családi vacsorán, hogy megmutatta büszkén az egész családnak, hogy kell egészben lecsúsztatni egy palacsintát. Nem sikerült, papa. De ez többször jó? Már neki. Ezt elviszem. De hogy fölemeljön, nézzétek. Föl kiakasztod a gigádat, és így csúsztatod és le. Legyenet. És egy ideig azt hiszed, hogy minden jó, rendben. Hogy Jézusom, a könnyen folyt, szegény. Csinálja, választatok durós, mákos, diós. Milyen legyen? Adj, és nem folyik a könnyen. Hát ezek elképesztő. Elképesztő SMS-ek. Nálunk minden családi rendezvényen keresztapám a hatrugós expandert húzza ki. Ezzel dicsekszik. Egyszer összekapta az összeszőrt a mellén. Azóta leállt róla. Azért az megvan, hogy papa egy kis klótgatyába, egy kis fehér kis atlétába megérkezik a hatrugós expanderre, te ott eszed a grill csirkét, éppen finoman nem tudom. Vagy csak lóg a nyakába, és jön be, nagyon maga biztosra. Megy még. És a hatrugós expander nekiáll keménykedni. Három rugót se húzol ki soha a büdös életben. Hatrugós, az nagyon kemény. Atya úristen. Nem tudom, olvassak-e még. Én azt az ufós fogasat, azt megkérdezném, hogy az hogy. Nem? A bácsi. Hogy elloptál. Hát ő valahol elfeküdt. Fölhívod? Anna, itt vagy? Itt az Anna? Másnap nem volt a szájába a foga. Hát, valahogy nem. Meg kellett magyarázni. Az óriási lehet. Hogy mondja el? Hát ez, hogy hogy? Hogy mit mond, ugye? Igen. Hogy hova vitték? Igen, hogy ufók elvitték a fogalmat, de hogy mikor és hogyan? Milyen esemény alkalmával? Most engem valójában elhiszi egyébként? Szerintem igen. Engem most ez a palacsintás sztori fogott meg. Melyik, hogy ráizgulva a Mákosra? Hát mert ott, tudod, amikor már megindul lefele, akkor ott már sok mindent nem lehet csinálni. Ott már nem, ott már úszol az ára. Viszont papa, ez nem sikerült. Igen. Ha én nem ostját akarok enni, jó vastag legyen az a tészta. A hívott mobiltelefon kapcsolásáig kis türelmét kérjük. Jaj, de rendes, hogy jó, hát ízig ráérünk. Kemény, a palacsintás kemény. Tehát az... Tessék, Lászai Kamilla vagyok. Kamilla, hello, Balázs Morning Show. Szia, nem rosszkor? Szia, nem. Hello, figyelj, ez csak a történeted így megfogott bennünket. Nagyon sok jó történet jön. Ez valódi, ez a történet, hogy apósod minden összejövetelen előadja, hogy az ufók elvitték a fogait? Hát ez valódi, sajnos, igen. Volt egy kellemetlen szituáció is, mert ezt előadta esküvőn, vacsora közben is, és ott voltak olyan családtagok, ami nem közvetlen családtagok, illetve még először találkoztunk velük, és így vacsora közben így mutatta is, hogy melyik fogát vitt, illetve a helyét, a fogának a helyét mutatta, és így pont vacsora közben elég kellemetlen volt. És mi a történet? Akkor legalább halljuk, hogy vitték el, éjszaka? Vagy mit mond, nappal? Vagy mikor történt? Éjszaka álmába, igen, és mire ő felébredt, már a fogai nem voltak a helyén. És ezt minden összejött, akkor elmeséli? Hát igen, már kicsit unjuk, de hát azért meghallgatjuk, és mutolgunk. Egyre hosszabb és egyre részletesebb a sztori, gondolom, ugye? Igen, és mutatja, mindig mutatja, tehát ez a lényeg, hogy ezt mutatja is. Tehát papa nem is pótolta, tehát azóta ott akkor van egy kicsi, egy 6 perces kis szünet ott a fogsorban? Tehát hogy úgy értem, hogy látjátok a nyomokat, vagy már pótolta, csak oda mutat, hogy ez itt hiányzott? Pótolta, most igen, most pont nem olyan régen, de tehát mutatja, mindig mutatja, hogy lássuk, hogy melyiket, hogy melyik, tehát részletesen óriási. És amikor megpróbáltuk meggyőzni, hogy papa, hát nem biztos, hogy ufók voltak, meg talán lehet, hogy kiesett, vagy történt valami, akkor mit mond? Hát rá szoktuk hagyni. Inkább ráhagyjátok. Persze, minél ráhagyjuk, és akkor előbb befejezik. És mit mond, hogy miért vitték el az ufókat, pont az ő fogát? Tehát tudományos kísérletezés? Vagy csak szuvenír a földről? Hát ezt így nem mondja, végül is azt nem tudja, de
Szerintem inkább kiszéleteszésre. Igen, valószínűleg egy összeesküvés. Az jó kis szitu lehet, amikor így úgy dönsült tag, vagy még így a családban, vagy vendég, vagy valaki elhívott csak, és egy kedves idős embernek az ínyét nézegeted, és oda szól időnként, látom, te nem hiszed, gyere már, nézd ide közelben, itt ez volt. Igen. Kamilla, köszi, hogy elmondtad, bocsánat, hogy rátörtünk, hello. Köszi, ciao, ciao. Hello. Egy-két utolsó SMS. Apám egy szint után a köcsögduda hangját utánozta háttalálva egy szekrényajtónál, vagy szobaajtónál, ujjait az ajtóra feszítve, ütemre rogyasztó térdekkel. Mozgása, mint a pelusos babáké. Ők szoktak itt táncolni. Na jó, oké, köszönjük szépen az SMS-eket. Hát sok iridlése méltó család van azért, ahol vagy szívesen elmennénk egy születésnapot megünnepelni. Szenzációs SMS-ek jöttek. Családi kimitút kell, egyértelmű. Egyébként tényleg meg kéne csinálni. Igen, nevezd be apádat, aposodat, anyosodat, igen. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Köszönöm a felvetést, köszönöm a meglátást. Folytassuk a múmiával. Akkor egy pici... Témaváltás effekt. Témaváltás a közlekedés után. Múmia ügy, a nagy múmia botrány. Ez érdekes, mert hogy szerintem ebben a legtöbb ember egyébként laikus már, mint ami a műkincs kereskedelmet illeti. Ugyanakkor egy nagyon zárt, nagyon titokzatos világ, horror pénzekért adnak, vesznek a műkincs piacon dolgokat. Mi laikusok maximum annyit látunk belőle, hogy beengednek bennünket egy múzeumba, megnézhetjük az ott kiállított műkincset, de hogy ez kinek a tulajdona, mennyiért vették, milyen szabályok érvényesek rá. Erről bizony mi földi halandók keveset tudunk. Nem, hát egy zárt világról van szó. Én egy viszonylag keveset tudok a múmiák fekete kereskedelméről. De hát eleve a műkincs kereskedelemről szerintem. Nem foglalkozunk vele, nem is nagyon értünk hozzá, sokat kéne ahhoz tanulni, hogy ne azonnal átvágjanak az egyszerint. Az meg nem a mi asztalunk. Igen, tehát ne adjanak, az meg ugye nem a mi asztalunk tényleg. Mondja, bocs, de a műkincs kereskedelem ez értek. Tehát tudom, hogy most meg kell vennem valamit olcsón, és 200 év múlva eladom drágán. Hát igen, csak ha már most megveszed olcsón, de hamisítvány, az 200 év múlva se adod el drágán. És itt jön a nagy trubály, hogy azért ahhoz tanulnod kell kicsit, hogy meg tud állapítani, hogy... Hú, most megfogtad, nézd az arcát. Sokat kell venni, és akkor valamelyik csak bejön. Aha. Ez is igaz. Na, hát, hogy miért nem foglalkozunk mi ezzel? Ugye? Na, ugye érdekes a dolog, kiállítottak egy Buddha szobrot itt Magyarországon. Tele vagyok kérdéssel egyébként. Buddha szobrot. Ez egy Buddha szobor, igen. De most nem múmia? Nem egy... Egy múmiát, igen, tehát aranyba öntötték, ülőpózban van, tehát hogy tulajdonképpen... Egy meditáló szerzetesnek a szobra. Egy meditáló szerzetesnek a szobra, így van. Igen, de úgy néz ki kívülről, mintha egyébként egy nagyon szép Buddhát ábrázoló szobor lenne, mondjuk egy kínai ábrázolás. Tudták-e, hogy van-e benne valaki? Egy darabig nem. De aztán valakiben felmerült a gyanú. Hát, ha van benne valaki. Toljuk be a CT-be. Nem értolnám be a CT-be, Lajos. Mert befér. Na, itt jön az első kérdés. Igen. Ugye, mert hogyha te veszel egy szobrot, ami ugye hát tulajdonképpen nagyon szép, aranyjal kiöntötték neked, nem feltétlen egyértelmű, hogy abban van valaki. Aha. Amikor megvették. Figyeljetek, én költöztettem elég hosszú időn keresztül. Volt valaki, és valaki. És megmondom nektek őszintén, hogy mi is azért előszeretettel ráztunk meg dobozokat, hogy megnézzük, hogy megpróbáljuk kitalálni, hogy mi van benne. Szerintem következő történt, két melós megfogta, A-ból B-be, vagy A-teremből a B-terembe kellett átvinni a szobrod, csak ott neki ez, hallottad? Mit? Szólt valaki? De nem olyan, mintha lenne benne valami? Hallod? Csak meg. Kinder Buddha. Hallod, Kinder Buddha? Mi Kinder Buddha, ha van benne valami? Kis szekér, összerakom. Ezek megrázták, és volt benne valami. És kiderült, hogy van benne valami. És volt is benne. Higgyetek, ezek teljesen laikus kérdések, de szerintem jó kérdések, hogy mikor is kijött rá, hogy ebben a szoborban van valaki. Ugye, mi az alapfelállás, hát, ha valaki nem ismeri a történetet? Egy holland tulajdonos elhozta ide az ő arany szobrocskáját, és ebben az arany szoborban, ugye ez egy múmiát ábrázol, de hogy ezt kiöntötték, vagy leöntötték pontosan aranyjal, tehát ennek van egy felületi része, aha, amit te látsz, és ebben ugye egyszer csak kiderült, majd megpróbálja kibogozni, hogy mikor, hogy ebben egyébként van egy mumifikálódott szerzetes. Ül valaki. Ebben a szoborban ül valaki. Tehát ebben a szoborban... De bemászott? Ne. Hát jó kérdés, hogy mi volt előbb, vajon maga kijönni? A szerzetes, vagy a szobor, hogy azért kellett leülnie, mert tele van a szobor egy ülő alakot formáj. Érted? Aha. Ja Istenem, csak holnap nehogy ha háborodott hangvételű levelet kapjuk majd. Halott gyalázás. A kultúrá gyalázás, hogy gyerekek ebben az országban, tényleg az embernek annyira kell félni, hogy miről humorizál egyébként egy reggeli műsorban, mert látom ezeket a leveleket, hogy kikinek ír milyen nyílt levelet, mert mer beszélni dolgokról, az a döbbenetes. Kell majd csinálnunk egy olyan effektet, amikor az egész megszólalást gyengébb idegzetű hallgatóink kedvéért zárójelbe tesszük, aha, idézőjelbe, ami egyébként ránk nagyon jellemző, ez az idézőjeles megszólalás, hogy a lónyerítés mellé még rakunk egy ilyen humor
fület. Igen. Majd nehogy. Krétával táblára. Igen, és ez azt jelenti, hogy az eleje, ez végén, az idézőjel, így van. Lezártad. Szóval, hogy mikor tudták meg, hogy van valaki? Állítólagosan, ugye az történt, hogy ezt a szobrot itt kiállították. A kínaiak egy kicsiny falu lakói észrevették, hogy baj van, hogy ez hiányzik. A szobor. Egyel kevesebb meditáló aranyszobruk van. Egyrészt ők hiányoltak egy hasonló szobrot, kettő, rájöttek a tévéből, hogy az a szobor ott a miénk. Aha. Erre a holland tulaj azt mondta, fölhívta a múzeumot, és általában azt mondta, hogy akkor ezt a szobrot nagyon gyorsan meg kéne csomagolni, mert elvinném. De mi azt gondolt, hogy ellopják innen a kínaiak? Tehát miért nem jó ez itt? Hát azért a múzeumban csak őrzik, nem? Hát nem akarta a tulajdonos, hogy olyan nagyon kivizsgálják ezt a szobrot, aha, esetleg megérkezzen egy kínai delegáció, esetleg mondjuk lefoglalják ezt a szobrot, és megállapítsák, hogy ez valóban a kínaiaké. Ez csak fölhívta a holland tulaj a magyar múzeumot, hogy na most akkor gyorsan be kéne pakolni. Várj, ne szaladjunk már ennyire előre. Kínában is van téhon, vagy jó piszi. Kínai turista csoport lefotózta, hazavitte, megmutatta, érted a képet. Azt mondta Balázs, hogy ott nézték a tévébe, otthon, a falujukban. Otthon nézték a faluban, így van. Én úgy hallottam. Igen, hogy a híradásokból látták az anyagot, aha, magáról a kiállításról, és ott Hicsen odaszólt Hicsünnek, hogy figyelj, ez a mi szobrunk. És a kínaiak bejelentkeztek, hogy mi megvizsgálnánk ezt a szobrot, jönnénk. Aha. A tulaj meg gyorsan becsomagoltatta, és elvitte a szobrot. Vélelmezhető, akkor ő tudja, hogy ez egy capcarázás. Azért ez egy érdekes dolog. Te laikusként elmész, megnézel egy szobrot, közben az lehet, hogy lopott, lehet, hogy nem is a kiállító tulajdona, szóval hogy ez a kincspiaci nagyon, nagyon izgalmas dolog szerintem. Hogy nem hirtelen be kellett csomagolni a szobrot a múzeumnak, azonnal elvitték. Szétszették és úgy állították ki egyébként? Tehát megvan, vagy továbbra is benne van, ne, ez benne az van. Benne na, de akkor honnan tudod, hogy benne van? Hát, na? Nem tudom, hogy opcionális, hogy te is megrázthatsz. De nem, elmész a múzeumban és látod, igen, a Buddha szobrot. Látod, mm-hmm, ezt a kis, okay, szerzetes. Honnan nem tudod, hogy benne van a szerzetes. Ez a józa, hát józa magyar parasztész, tudod? Tehát, hogy ez azt állítják, hogy benne. Szerintem nincs benne. Oda mennek, tudod, ott az egész család, ott áll a feleség, ott állnak a gyerekek, és akkor azt mondja a Rezső vagy Lacika, hogy szerintem nincs benne. Hallod, szerintem ezzel is átvertek minket. Erre rohadt sokba került. Hát nincs ebbe senki. Szerintem. Nincsen. De honnan tudod? Ezt tudom. Hát ha nekem lenne egy ilyen matrioskám, akkor azt azért csak több tiszteletet ennek a mumia. Bocsánat, szabon. Tehát ha igen, lenne egy ilyen tudod, mumia... Ez egy szerzetes, aki a halában meditálta magát, és szent ember volt, és ez... Lenne egy ilyen éhenhalt szerzetesen, meg igen, körülötte egy buthaszobron. Hát az arany az már nem lenne. Ha lenne aranyom, már nem lenne. Akkor mellé tennéd? Akkor nem raktád külön a kettőt? Tehát akkor, ahogy mondod, mint a matrioska babákat szépen egymás mellé. Tehát akkor azt várnád el, hogy akkor ez így ki legyen itt csomagolva. Hát de nem. Elmész a múmia, vagy a Buddha szobrot megnézni, az tök jó. Ez nagyon értékes Buddha szobor. Mert a múmia az tiszta sor, nem? De benne ott, van a múmia. Ott a szarkofág, ott van mellett az a emberfolymájú doboz, meg ott van mellette a gyógyba csomagolt ember. Az úgy tiszta sor, igen, de akkor így most nem. Igen, tehát nem is biztos, hogy benne van. Hm? De állítólag ezt megnéz, és tényleg ott van. Tehát egy CT vizsgálatot végeztek, de én annak az embernek az arcára lettem volna kíváncsi, aki először megvizsgálta ezt a szobrot. Úgyhogy szerintem ez egyáltalán nem volt kész tény, hogy jaj, itt van egy szobor, van benne egy múmia, na állítsátok ki. Uh-huh. Vagy itt van egy szobor, na jó, akkor azt vegyük meg. Tehát gondold le azt a CT-t, amikor megvizsgálják, hogy nem tudom, és így vakarja a fejét, ott áll a kínai. Ki lehet az? Gyere már ide, nézd már meg. Hát ebben van valaki. Na, ne szórakozzál már, tudod. És kiderül, hogy a szoborban van valaki. Egy irányban nézni ne fogja, nem is tudja. Hogy ezért ez... levegőt, nem tud. De nem lehet, hogy már önmagában a múmia is körözött volt? Hogy nem, nem, hát ez túró paprika. Egy kicsi hagyma. A kínaiak nem eszik a körözötted. De rossz volt. Nem, arra gondolok, hogy a múmia... A múmiát körözték. Ne, a múmia bebújt a szoborba. Rázárták a szobrot, eladták a szobrot, és a múmia éjszaka nem tudott kijönni, mert ő kijött volna. Akkor ez aztán... biztos tudunk, belülről záródik. Belülről záródik, ő magára zárt a szobrot, és beleszorult szegényként. És ott mumifikálódott. És ott aztán nem volt más választása, mint hogy akkor ő mumifikálódik. Már nem vicces. Kopogott. Jengcsúál, ez már nem vicces. Engedjetek ki. Négy napja ülök itt ebben a szoborban, most már elmentek. Engedjetek ki, de nem engedték ki. Mert hogy már a múmia is körözött volt, már őt is keresték. Bebújt a szoborba, és a szoborral együtt szállították, aha, aztán A-ból B-be, B-ből C-be. Bizony. Ez nem lehet? Dehogy nem. De. Fogjul ejtette a szobor. Vagy pedig a szobor kelt önálló életre. Hát, vagy így akarták ellopni a múmiát, hogy egy szobrot raktak rá. Uh-huh. Azt mondták, hogy Hicsi, már mász bele a szoborba? Aha. Nem, akkor ja, már akkor ő múmia volt. Tehát tulajdonképpen nem túlszor a szobrot, igen, nem túlszor, a szobrot akarták ellopni. Lótusz. Na.
komolyra fordítva a dolgot. Na. Várj, ennek nincs külön... Ja, tényleg, komoly szignál? Mi a komoly? Hogy lehet kiállítani egy lopott dolgot? Nekem az is érdekel. Nekem van egy lopott dolgom. Én abból pénzt... Tehát én azt odaadom egy magyar múzeumnak. Én azt mondjuk én loptam. Tételezzük fel, ugye nem tudjuk, hogy mi történt, nem állítjuk, hogy lopta, csak kérdéseket teszünk fel. Ezt loptam. Nekem van egy papírom erről, hogy kicsi a mumiaszobra az enyém. Én egy lopott dolgot kiállítok, és azért nekem egy magyar múzeum fizet egyébként, hogy én egy kétes eredetű műkincset én bárhol, bármikor kiállíthatok. De senki nem ellenőrzi le? Hát szerintem nem. Hát ha te azt mondod, hogy ez a te tulajdonod. Vagy van egy olyan papír a tulajdonodban, hogy amit hamisítottál, hiszen egy ízétől egy orgazdától vetted a szobrodat, akinek nem lehet erről papírja, hogy ő vette. Tehát hamisít egy ilyen papírt, úgyhogy te egy hamis papírral egy lopott szobrot adsz kölcsön egy múzeumnak. Na, érdekes. Érdekes a dolog szerintem. Mindjárt megkérdezünk valakit, hogy ne csak így sötétben tapogatózzunk, a múmia világ szóvivőjét. Nagyon jó. Kit mást? Ebben a témában nem lehet más megszólaltatni. Ők már nem tudnak beszélni. Ő egy médium. ő általa üzennek a múmiákén. Nem, a múmia világ szóvivőjét, mert ő nagyon sok mindent tud erről. Múmia világ. A világ múmiánia szakértője. Kis Stefán Mónika itt van velünk. Jó reggelt, hello Móni! Jó reggelt, sziasztok! Hello! Először is. Még mielőtt bármi történt. Még mielőtt tényleg bármi történne. Az van a névjegyeden, hogy a múmia világ szóvivője? Igen, igen. Ez mit jelent pontosan? Mi a múmia világ? A múmia világ kiállításban több mint 30 múmia található 5 földrészről. Mert ugye mindenki azt hiszi, hogy csak Egyiptomban léteznek múmiák, illetve a többség azt gondolja, holott nagyon gazdag anyag van Dél-Amerikából, Óceániából, Európából is. Hát ott a váci múmia. Hát bizonyán. Az is. Pont 20 éve találták meg őket. Így van, így van. Pont 20 éve találták meg őket is például, úgyhogy hazai magyarországi múmiáink is vannak. Mondjuk a Dél-Amerikából származó múmiák, azok is lopott kínai múmiák? Nem. A Dél-Amerikából származóak nem lopott múmiák, legalábbis még nem tudunk róla. Úgyhogy igazából még maradt nekünk ott pár darab múmiánk, akiknek nagyon érdekes történeteik vannak. A Buddha szobrunk, ő egy volt a 30, több mint 30 közül, akit nagyon sajnálunk, de ettől függetlenül maradtak még nekünk Csáncsáj múmiáink. Maradtak Pápua Új-Guineából múmiánk. Úgyhogy van még néhány érdekes történet. Milyen volt a hangja annak az embernek, aki felhívott benneteket, és mondta, hogy nagyon gyorsan be kéne ezt a szobrot csomagolni? Remegett, sietett, lövések voltak el a távolban, már éppen verték az ajtaját. Tekerik be hullámpapírba. Félt, szekrényből beszélt, vagy üldözték, és közben odaszólt nektek, hogy légy szíves, nagyon gyorsan csomagoljátok be ezt a múmiát, mert ő ezt elvinné. Nem, nagyon határozott volt. Csütörtökön éjszaka hívott fel minket, hogy másnap küld egy szállítóautót. És ő nem a tulajdonos volt, hanem a Holland Asszonyi Múzeumnak a képviselője, ugyanis mi vele kötöttük a szerződést, nem a tulajdonossal. A tulajdonost azt se tudjuk kicsoda, az ő nevét nem ismerik, úgyhogy ha megkínoznak a kínaiak, se tudom elárulni. Majd a tulajdonos nevét. Jó, figyelj Móni, ha eltűnsz, mi keresünk, ezt ígérhetem. Ezen beszélgetés után egy ideig keresni fogunk, mert abban a kínaiak kezel lesz. Tehát, hogy te sok mindent tudsz az ügyről, ha neked most lábad kél és te eltűnsz, ígérhetem, hogy mi keresünk. És akkor hogy vagy, ti kaptok egy papírt az eredeti igazolva, mondjuk egy ilyen műkincsnek, tehát a múzeum elküldi, a mi tulajdonunkban, ti ezt ellenőrzitek, és megérkezik maga a múmia, ez a hivatalos út? Ennek a hivatalos útja az volt, hogy maga ez a kollekció, ez a több mint 30 múmiából álló kiállítás, ugye ez egy vándor kiállítás. Ennek az értéke iszonyú nagy, ezt mi ki se tudtuk volna fizetni, viszont mi kölcsön adtunk Amerikába. Nem, jaj nem. Nem, hanem mivel, hogy jól mondtátok, hogy a váci múmiáink is közöttük vannak, ezért mi ingyen megkaphattuk minden díjmentesen ezt a kollekciót. Tehát ez így egy csere kiállítás. Így van, meg a mi múmiáink, a váciaink is mennek tovább. Aha. Jó, hogy ki jött rá arra, hogy ebben ember van, mert szerintem ez nem volt tudatos, hogy én nem arra a pontra lennék kíváncsi, hogy egyszer csak erre valaki rájött, hogy ebben van valaki, tudjátok, hogy az hogy történt? Ez úgy történt, hogy amikor a holland tulajdonos megvásárolta ezt az aranyozott szobrot, akkor ő még nem is tudta, hogy ebben egy múmia van. Tudtam, megvásárolta, nagyon szép Buddha szobor volt, és gondolom kitette a nappaliába, vagy bárhová is, majd jóhiszeműen odaadta az Asszonyi Múzeumnak egy kiállításra.
akiknek feltűnt, ugye ők azért szakemberek, és nézegették ott a szobrot, hogy valami rés van alul, uh-huh. a szobor alatt, és akkor egy CT alá vetették, röntgenezték, és ekkor látták meg, hogy ebben nézegették, rázogatták. És ebben, hogy egy múmia van. És utána C14-es vizsgálatot csináltak rajta, amiből kiderült, hogy valóban egy 1100-as évekből való 30-40 éves szerzetes múmiája van benne. Mondjuk óriási a sztori. Tehát, hogy nem is tudták, akkor jól sejtettem, hogy ezt nem is tudták egyébként, hogy ebben van valaki. Maga a tulajdonos se tudta. Uh-huh. És ezt ki sem bontották soha a szobrot? Tehát a múmiát még nem is látta Nem. A CT felvételeket látjuk, a röntgen felvételeket uh-huh. látjuk, hogy hogy is helyezkedik el benne. Na, most, hogyha én eredeti tulajdonosa vagyok ennek a múmiának, és kölcsönadom, akkor nekem nem kell egy papírt adni nektek, vagy a másik múzeumnak, hogy jó napot kívánok, Rákóczi Ferenc múmia tulajdonos vagyok. Nincs ilyen? De a tulajdonos abszolút legális. Szóval amikor mi megkérdeztük, mert nyilván amikor hozzánk kerül egy-egy ilyen alkotás. Ha megkérdezik, hogy loptátok? Nem, akkor mi hát olyat fogadunk be, ami legális. Tehát a múzeum ilyenkor gondolom elküld valamilyen papírt. Mikortól van, legális? Tehát honnan lesz legális a dolog? Hát ez egy nehéz kérdés. Ha a múzeum elküldi, hogy az övék, vagy ismerik a, ugye át a tulajdonos. Igen, akkor én miért is járjak utána, hogy vajon és előtte, mert ez több száz évre visszavezethető lenne, de mivel az utolsó szerződő fél, akivel ugye mi kötöttük a szerződést, megmutatta a papírt, hogy abszolút legális az egész. Meg azért felvetődik a gondolat, hogy szerintetek a tulajdonos, hogyha tudta volna, hogy ez lopott, akkor körbeadja egy európai igen, körbe. Jogos. Azért nem utaztatod nagyon a lopott műkincsedet, hogy még elviszed négy múzeumot. A kínaiak kiszúrták a tudósítást, ami itt készült nálunk, hogy ott a szobrunk? Egy holland blogba megjelent, mert a Mongóliában találta körülbelül egy hónapja egy ilyen szerzetes múmiát. Minden szobor nélkül, csak magát a belsejét. És akkor egy holland blogba írtak, hogy így Budapesten is tudnak egy ilyen buddhista szerzetes múmiát, és erre figyeltek fel igazából a kínaiak. Aztán amikor most pénteken ugye elvitték a szobrunkat, megjelentek egy ilyen kínai stáb, akik ugye nagyon tisztelettudóak, és azt mondták, hogy az egész múmiavilág kiállításra kíváncsiak. És akkor mi naivan 2 órán keresztül vezettük őket, megmutattuk nekik a láti múmiánkat, ugye, akit egy élesztős dobozba tett egy rendőr, amikor megtalálta, megmutattuk. Milyen gondoskodó volt? Tudja, az azért, hogy kerülhetett egy élesztős dobozba egy múmia. Igen, de a kínaiak már azért jöttek, hogy eljussanak az előbb említett szoborhoz. Aha, ők már jöttek megfigyelni, hogy vajon az övéke a szobor? Igen, és akkor végigvezettük őket a Csáncsáj múmián, végigvezettük a Csincsoró múmián, mindent részletesen elmondtuk, és csak hallgatták, bólogattak, és a végén odaértünk az Ázsia részhez, és azt kérdezték, és ki a tulajdonosa? És hogy került? Aha, tehát már egy kínai delegáció jött lenyomozni a múmiát. Oda mentek az üveghez, kapargatták, kopogtatták, felemelték az üveget, megpróbáltak alánézni. Nem emelhették fel nyilván. Aha. De nagyon nézegették, nagyon vizsgálgatták, de és én már azóta én is olvastam erről nyilván, és már azt olvastam, hogy már tudják, bizton tudják, hogy ez ugyanaz az alkotás, amit ugye Kínából elloptak. Na, ezen azért egy kicsit elgondolkodtam, hogy ezt hogy a fenébe tudhatják, amikor még csak szombat délutánra ért ki maga ez a buddha szobor. Még vizsgálatok se indultak. A holland tulajdonos amúgy kezdeményezi a vizsgálatot, mert szeretné magát tisztázni. Lehet, hogy tégla van köztetek? Ezzel kéne megnézni, mert kijelent a kínaiaknak. Igen. Az értéket nagyjából ennek felbecsülhetjük? Vagy lehet egy nem. Tehát, hogy ekkor szokták mondani, hogy felbecsülhetjük. Na jó, de valamennyiért az emberünk meg tudta ezt venni, hogy ennek 1 millió dollár, 1 millió euró, 500 000. Na jó, de akkor minden tehát... volt benne a múmia. Csak hogy körülbelül egy ilyen 100 éves, 1000 éves arany buddha szobor, körülbelül a műkincs piacon, ha egyszer mondjuk nekem eladnának egyet, akkor mitől válik majd ez gyanúsá, hogy nem az eredeti összeget kéri, vagy megközelítőleg mennyi ennek az értéke? Vagy hasonló szobor. Műkincskereskedő tudna igazából megmondani, vagy aki abszolút ezzel foglalkozik. Ezt én nem tudom. Ki vesz meg egy lakott házat, nem?
Hát, úgy értem. Azért mászom bele a kis aranybutha szobromba, és ott már van valaki, ha nem csináltam jó bizniszt. De azért az se jellemző, hogy egy nap alatt be kell csomagolni és elvinni. Tehát azért azt gondolom, ez egy rendes csomagolás, előkészítés, ez nem csak ez, gyere Józsi, rakd be a dobozba, mert itt van már DNS, és már visszük el. Tehát hogy azért ez nem így működik, nem? Igen, ez elég speciális amúgy, mert általában a kurátorok, a múzeum kurátorai szokták kicsomagolni és becsomagolni a tárgyakat, de nem is a mi szakembereink, hanem jött a holland, és akkor ő csomagolta ki, és eredetileg úgy lett volna, hogy ő is csomagolja be. De hát milyen ilyen gyorsan elvitték, meg gondolom, biztonságban szerette volna tudni a tulajdonos. És milyen hamarabb szerette volna, ugye, hogy kivizsgálják, hogy igazából lopott-e, vagy sem, vagy az-e, vagy sem. Sola bácsi, most tudjuk, hogy merre kallódik szegényként? Most visszament, nem tudjuk. Hát Hollandiában. Aha, felszívódott. Ennyit tudunk, de ugye nem, azért nem maradtam így munkanélkül, hogy elment a bután. Hát nyilván persze, hogy mert hogy például mondom, a lápi mumiáink nagyon érdekes. De helyes vagy, hogy itt tolod ezt a lápi mumiát. Tehát hagyjuk a királyakat, viszont itt van a lápi mumia, még egyszer mondom, a lápi mumia. Én elmegyek, megnézem, ha ez megnyugta. Most már tényleg tiszteletből én is oda megyek. Egy rendkívüli tárlatvezetést tartanánk nektek. Amúgy az, hogy jó-e, hogy visszakerül általában így az eredeti helyére a mumia. Nyilván azt kívánjuk, hogy ahhoz kerüljön vissza, aki a jogos tulajdonosa ennek. És mondom, ez több hét tart, még ez kiderül. De volt arra példa, amikor például a Fülöp-szigeteken a kabajánoktól elloptak egy múmiát. Az volt a múmia neve, hogy Apuanu. Apuanut füstöléssel mumifikáltak, és utána hogy betolták egy barlangba. És aztán ellopták ezt a múmiát, és visszakövetelték utána, mert meglett, hogy kilopta el, és visszakövetelték ezek a kabajánok, és azóta, hát az interneten, ha megnézitek, szelfiznek velük a turisták apró pénzért, mindig a barlangban, amikor kitolják őket, a napsugara éri ezeket a mumiákat, az évek folyamán már teljesen romlott az állaguk, míg mondjuk egy múzeumban megfelelő páratartalom. Hát igen, bizony. Na jó van. Mónika, hát nagyon-nagyon szépen köszönjük. Szeretettel várlak benneteket akkor a... El is megyünk. El is menjünk. Esetleg még valamit a lápi múmiáról gyorsan? A csáncsáj múmiákról tudjuk. Csáncsáj, és vajon mit szorongat a kezében a csáncsáj múmia? Maradjon ezt titok, oda megyünk és megnézzük. Attól függ, hogy kis vagy nagy dolog. Attól függ, hogy mit adunk a kezébe. Így van. Mónika, nagyon szépen köszönjük. Jó munkát nektek. Köszönjük szépen Kislefán Mónikának. Köszönjük. Azért igen. Képzeld most a kétségbe esett kínai delegációt, hogy éppen próbálok átcsekolni már Hollandiában. Nem követik a szobrot, értenem, nem, itt már nincs, már foglalják át a helyet. Amszterdamban már mennek oda, már ott nyomozzák az ő kis szobrukat. Vagy már beindultak a gazdasági szankciók Magyarország ellen, már korlátozzák a pamucokat és a szójaszósz behozat. Igen, de milyen durva tényleg, hogy egy nappal azután, hogy ők ráismertek a szobrukra, már itt volt egy kínai delegáció megnézni. Uh-huh. Gyanúsan végigjárták a múzeumot, de fura kérdéseket tettek fel a múmiánál, tudod? Jó, hát ha a lápi múmia nem érdekel, menj, ha itt van, nézzék ezt a matkot. És hogy uratkozhattak 3 órán keresztül, míg végigmondták nekik, mert ha menjünk már, mert a főnökön meg sem berúgatnak. Nézzék az órájukat. Igen, még nem jött jelentés a múmiáról. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. A Best of Morning Show. Gyerekek, azt hiszem, hogy túl sok a kultúra és túl komolyak vagyunk, úgyhogy hagyd szakítsam meg ezt a szép gondolatmenetet, valami szintén nagyon mélyen szánt a dologgal, ha már ennyit beszéltünk a kultúráról, és kicsit komolyabbak vagyunk, mint szoktunk lenni, térjünk vissza a saját IQ szintünkhöz, és hagyj osszak meg veletek egy fotót, amit tegnap csináltam, hogy perverz vagyok-e vagy nem, azt nem tudom, de a férfi WC-ben készítettem el ezt a fotót. Jól hangzik. Igen, hát... Egyedül voltál, vagy más is volt ott, mert így már végig izgalmasabb. Csak az Instagramos elitnek. Szóval, gyerekek, ebben a történetben nem az a megdöbbentő, illetve az is megdöbbentő, ami fogadott a férfi WC-ben, a saját férfi WC-ben, ebben az a megdöbbentő, hogy ide nem jutnak be, vagy csak nagyon nehezen azok, akik nem itt dolgoznak. Vendégek a legritkábban vannak itt, nem mindig itt tárgyalnak. Itt azok vannak, akikkel mi találkozunk, kezet fogunk, itt vannak közöttünk, ezt valamelyikünk követte el.
és most keresünk egy szép szót, hogy mit tudunk használni, és mostantól kezdve úgy csináljuk ezt a megszólást, hogy ezt a gyönyörű szót, mindenki mondhat egy javaslatot, helyettesítjük be, hogy én mit találtam a férfi WC fajaszában. Várjál, már Csabi sarkon fordult, ahogy meghallott a témát. Pedig már csak... Na, tessék, mondjuk egy szép szót. Hát nem tudjuk, mit találtál. Akkor mutasd meg a képet. Legyen mi a nem szép szó, mondjuk, legyen mondjuk... Mi használt papír zsebkendő? Nem, mert valami valami szépet. Ami igen? Tubarózsa. Tubarózsa! Aha. Jó. Egy szép tubarózsát találtam. Tubarózsa illatos és szép. Hát, jó. Kinek okay. Mi a szóval, mondom, az illatos, érted? Hát szokták mondani. Én mondom a lehajló nyírfaágat. Jó? Jaj, lehajló nyírfaág. Te? Mondhat, és akkor eldöntjük, hogy melyik legyen. Aztán lehajló nyírfaág, tubarózsa. Akkor... Szalonna! Igen, erre gondoltam, hogy valami illatos, szép anyag. Poka szalonna! Nagyon finom. Jó. Csécsi szalonna. Csécsi szalonna, jó. Melyik legyen? Lehajló nyírfág? Lehet a lehajló nyírfág gyönyörű. Az olyan szép. Abban van egy kis... Az festői, költői. Nem akarom megnézni. Kikérem magamnak, hogy olyan emberekkel dolgozom együtt ebben a rádióban. És most körbeadnám a fotót. Nem tudom, hogy Facebookra ilyet fel lehet tenni, vagy azonnal letiltanak bennünket, kiraknak és megszüntetik a Morning Show oldalt, és beszántanak bennünket soha. Az Instagramon érteni fogják. Az az emelkedett közösség. Nem merem ki. Az elit. És már mindenki kezdjen ezen gondolkodni, hogy kinek van olyan kollégája, aki elviselhetetlenül, gusztustalan dolgokat csinál, vagy azért, mert vakarózik, vagy azért, mert fültisztító pálcikák esnek ki a zsebéből, vagy azért, mert nem fürdik, vagy azért, mert úgy eszik, mint egy malac. Tehát erre kerekítjük majd, ki már jöttek az SMS-ek, hogy kinek van elviselhetetlenül, gusztustalan kollégája. Tehát ki az az ember, mondjátok meg nekem, aki bemegy a WC-be, és úgy, nem, Feri már meglátta a képet, nem. És úgy fektet le egy lehajló nyírfaágat, hogy úgy hagyja ott a lehajló nyírfaágat. Ne mutogass már! De én ezt lefotóztam, mert ez az ember itt van köztünk, ezzel az emberrel te kezet fogsz, ez az ember reggel idejön és rád mosolyog. Feri, nincs ebben semmi kollegalitás. Feri, de tényleg komolyan mondom, álljál már ki magadért, hogy ez az ember... Ne ez csak itt dolgozz, ez egy család! Miért nem vagyunk egymásra annyira tekintettel, hogyha bemegyünk, emberek vagyunk, 7 milliárdan, mindannyian rákuporodunk a fajanszra, idősek, fiatalok, szép nők, gyerekek, férfiak, mi is, mindenkiben az a közös három dolog, hogy meghalunk, hogy boldogak akarunk lenni, és rákuporodunk a fajanszra, hogy lehajló nyírfágat tegyünk bele. Mert megnézem. Hogy ezt hogy hagyod? Hogy lehajol a kezem? Én nem merném megfogni a saját telefonomat sem. De tényleg tudom, hogy beteg vagyok. Le kellett fotóznom, mert az eszem megáll. Hogy követed el a kollégáid ellen ezt a szemétséget, hogy ott hagyod? Úgy, hogyha ez egy vasúti... Nincs rajta papír, gyerekek. De mi hát az ez... mögötte? Tessék? Gyerekek, ez az ember itt van köztünk. Nincs rajta papír. És a nagy kérdés, hogy a lehajló nyírfaág, és továbbra is így kérdő, mert ez nagyon... Ez egy nyírfaliget. Nem, ez egy lehajló nyírfaág. Gyönyörű. Vastagabb nyírfaág. Nagy lehajló nyírfaág. Letakarod ezt a lehajló nyírfaágat egy lehelletnyi kis kéztörlővel. Egy darabban. Jön a kérdés. Hogy ment ő haza? Mi történt ezután? Oda jött, megnyomta a mikrónkat, és megmelegítette benne az ebédjét? Hozzányúlt a hűtőszekrényhez, bement a szerkesztőségbe, kiment, nem, az történt, felment. Roli, téged keresek! Roli, megjött az esti beszélgetős feleged, Roli, jövök. Hogy tényleg, tehát komolyan mondom, gyerekek, hát itt kultúremberek dolgoznak. Hát itt van több szerkesztőség, több mindent történik itt, ugye? Azért ez egy érdekes dolog. Ki az, aki mostanában távozott a rádiótól, és akár bosszú is vagy? De hogy komolyan mondom, hát ennél nem vagyunk egymással jobb viszonyba, Feri, mint hogy ezt elkövess. Tényleg, nem borzasztom? Hát azért nézzük meg, hogy emberek vagyunk, ugye? Sajnos ezek a kollektív dolgok bennünket összekötnek. Zsolt, nem arról volt, hogy minden cuccot viszed? De tényleg, gyerekek, hát ráülsz a budira. Ugye mi történik? Emberek vagyunk, erről kell beszélni. Megtörténik a lehajló nyírfaág, elhelyezés. Milyen szép szó, lehajló nyírfaág egyébként. És utána megtörténik a dolog, használsz bizonyos dolgokat, kezet mosol, visszanézel, és úgy hagyod ott a WC-t, ahogy azt elfoglaltad. Ugye van egy ilyen kimondatlan policy, hogy ahogy átvettem, úgy próbálom ott hagyni. Mit csinált azzal az egy darab? Nem mutogass meg, kérlek.
Feri, most pont te? Hát, nem, mert azért nem lehettem te én, mert ha én vagyok, akkor kukoricacsutka van mellette, tudod, mert nálunk még nálunk azt használjuk vidéken. Meg a Feri lett volna, te nem jössz ki ebből a WC-t. Az rád veti magát az a nyírfák, beállóz. Ott letérdez és eldőlsz. Szóval gyerekek, lehajló nyírfák, nem tesszük ki, én nem akarom. Ez igen, nem lehet, a fotó, az Instagram közönség egy elittársaság, kevesen vagyunk, 30 ezeren, de nem. De álljon ide és mondja el, hogy ő volt. Tessék, Juli. Juli, te... és ugye az az érdekes, hogy tényleg bemész egy plázába. Ott azért... Lesz mit beséli este a gyereknek lefekvés előtt? Hát küldöm e-mailbe, ha gondolod. Kicsit elbizonyítani. Én vagyok a beteg, hogy ezt lefotóztam. Igen. De hogy is, ne viccelj. Hát ne, ember nincs, aki ezt lefotózza. Egy vasúti átjáró, egy vasúti megálló, egy utas ellátó... Az SD már tele volt sajnos. egy utas ellátó budiában is még azt mondod, hogy meglepődsz. De hát ilyen gyönyörű lehajló nyírfága, és utána itt gyerekekkel kezet fogunk, jövünk, beszélgetünk. Itt ugyanazt a pultot fogja, amit te is. De nem biztos, hogy műsorvezető volt. De nem tudjuk. Nem tudjuk, sokan járnak azért. Ide tegyük hozzá, hogy azért ugye itt van egy biztonsági rendszer, de hát mégis most, ha úgy nézzük, akkor itt 4-5 szerkesztőségből lehetett valaki. Ugye? Hát, kire gondolsz? Hogy van ez? Figyelj csak, az a bajom ezzel a fotóval egyébként, hogy én nem fogom adom el bizonyítéknak, itt több hallgatós írja, hogy legközelebb szelfizbe. Tényleg. Mert így nem is hiteles, hogy te csináltad. Igen, nem volt témánk, elővettem egy fotót a családi archívumban, és gondoltam, hogy bemutatom nektek, néztem, Benny lába, Noel keze, Decuki 2 hónapos, 3 hónapos, itt van! Igen, ez az. Erről beszélünk 9 óra után. De ugye a hallgatók nem is tudják egyébként, hogy ez valójában, ez a fotó tényleg ebben a WC-ben készült. Ez lehet, hogy nálatok készült otthon, ha te telefonodon van. Jó, a fotó elkészítésének története az annyi volt, hogy állok az üdítő pultnál. És van még egy szintén nagyon beteg kollégánk, aki velünk dolgozik, úgy hívják, Laci. És én üdítőt akartam menni, vagy vizet akartam menni, és egyszer csak azt mondom, hogy Balázs! Gyere már! Hallod! Én sem találtam! Gyere már be! Mondom, Laci, nem akarom látni. Laci, tudom, nagyjából gondolom. Nem. Laci, nem. Vannak gyerekeim, látni akarom őket felnőni. Nem. Ezzel fogok álmodni. De ezt látnod neked kell! Neked több meg a pixeled van, mint neked! Mondta ezt egyébként olyan örömmel, mint amikor én elmegyek Szenteste, és meglátom, hogy mit kaptam a feleségemtől, kibontom az ajándékát. Ember ennyire nem örül ennek. Gyere, fotózd le! És azért csináltam meg, mert tudtam, hogy ebből akkor már holnap témát csinálunk a gyerekek. Tényleg komolyan mondom, hogy ki csinál ilyet? És mi az egy darab kis kéztörlő, ami egy ilyen lehajló nyírfágnál azért legalább 3 csomagnak kéne elfogynia. Hát hogy van ez? Nem nézed meg? Hogy ő rossz indulat volt. Pont lehet, hogy arról van szó, hogy ő megnézte, és rájött, hogy ehhez a víztakarékos dömötör kevés lesz, és elment egy gőzborotáért. Igen, azt mondta, hogy van... még vissza. Megnézte a telefonját, azt mondta, van-e mobil autómosó, van, kihívom őket, mert itt csak a gőzborotva segít. Szóval... úgyhogy jönnek a kollégák, és mindenki rázza a fejét, hogy nem, persze. És mikor fotóztad? Tegnap? Tessék? Tegnap fotóztad, vagy tegnap előtt? Mikor fotóztátok? Tegnap, vagy tegnap előtt? Minden még mindig ott van. Hát nem azért, csak ha kedd, akkor... Ha kedd, a szerd, akkor... Mondjad, hogy mikor? Hogy kedden fotóztad? Igen. Hát akkor szerinted ki volt? Ki jön kedden, ki lesz? Ki az, aki elrohant? Tényleg. Jó, itt vendégek is vannak. Meg is vagyunk. Hát szerintem... Meg is vagyunk. Kedd, 9. Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt mára a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.